Szeretettel üdvözlök mindenkit a Final Fantasy VII Rebirth című játék következő epizódjában. Nézzük, hol is jártunk legutóbb. Azt hiszem, hogy elkezdtünk a játék utolsó régióját felfedezni. Nibel régiót, így van, emlékszem már rá. Hú, de durva, hogy az előbb még a Silent Hill-lel játszottunk, és a 30 FPS utána, hogy az ember fejbe vágja, ez az elképesztő látványvilág, és a 60 FPS-nek a fluiditása, az, hogy mennyire frankón néz ki ez a játék, és hogy mennyire nagy élmény egyébként vele játszani. Nagyon szeretem ezt a gémet. Szóval, ja, eljöttünk a Nibel régióba, és elkezdtük felfedezni ezt a helyet, és mellékküldetéseket csinálni, és minden mást is egyben. A Choco Grass Collector Discovery? Lehet, hogy ez... el kell vinnünk az asszisztensnek, még mindig hozogatnunk kell ezeket a Choco Grass-eket. Ugye itt lehet használni a csokobunkat arra, hogy magasabb területeket érhessünk el. Több különböző zónát kell még itt átvizsgálni, egészen nagynak tűnik maga a térkép. Mikor kezdted ezt a játékot? Van már, vagy fél éve? Amikor megjelent? Azt hiszem, hogy február-márciusban jelent meg. Igen. Ugyanúgy, ahogy a Yakuzát. De ezek nagyon hosszú játékok, úgyhogy nem siettem velük. Ide fogunk jönni a Classified Intel Avian Tyrantre, hogyha valahogy visszatudunk. Hát talán ide Fast Travel-en menve. Aha. Lehet, hogy előtte meg kellene kicsit pihenni is valami padnál? Amennyire gyors a Fast Travel, ez nem is egy hülye ötlet, mert így legalább, mondjuk innen is át tudunk menni, látod? Így legalább akkor full HP-n fogunk ennek a küzdelemnek így nekilátni. Szóval előttünk áll ez a nagy terület, és nem is a fő küldetésre koncentrálunk jelenleg, hanem ugye ezt a játékot még mindig a kimaxolásra játsszuk. Eredeti héttel is játszottál annó? Eredeti héttel én nem játszottam, de nagyon-nagyon tetszik nekem a 7 remake, ami ugye az első harmadot ölelte fel, szerintem egy isten király játék volt, és ez is legalább ugyanannyira jó, hanem egy kicsit még jobb is attól. Nagyon-nagyon szeretem ezt a Final Fantasy őrületet. Csokobóra pattanjunk fel, még mindig megvan, hogy melyik gombbal, meg lehet, hogy ezeket a cuccokat ott fel is venném. Ruby Sap, Zafir és még Chromite Ore is van. Hogy volt ez most, nézzük? Melyik gombbal nyomtad? Ne, szállj fel nyugodtan. Ha ez volt a sprint, és ez lesz az, amit használnunk kell, hogy oda felmászhassunk. És amikor a vízben vagy, akkor levi ki magát. Ha gyorsan bele is megyünk ebbe a fightba, mehet akkor. Hát ezek nem a legerősebb ellenfelek. Mit nyom a felhő egyébként? Mit nyomott a felhő, láttad? Elképesztő durvító módokra kapcsolt rá. Hívjuk a csokobonkat, lootoljunk ki mindent. Innen kellene valahogy felmászni. Mert hogy itt fent van egy harci aréna szerintem, amit nekünk látnunk kellene. Van bent valaki, aki csak arra vár, hogy szét legyen dikházva. Tetszik, hogy itt a csokobókat már földön, vízen egyaránt használni lehet. Szórakoztatóan vannak megcsinálva ebben a zónában. Sokkal jobban, mint az előzőekben. Nem, ez itt nem jó. Lehet, hogy van a víz oldaláról egy ilyen belépő pontunk. Vizsgáljuk meg innen is ezt a hegyet, ami a... Hú, de milyen magasra nyomja fel azt a... Wow, ez tök menő volt. Aha, nézd, csak itt van egy barlang, innen kell bemennünk. Tévedek, rossz helyen vagyok, egyel odébb vagyunk. Bocsánat, még jó, hogy megnéztem a térképet. Lehet később még repülni is fog? Már az előző régióban repültek. Igen, azon már túl vagyunk. Azelőtt pedig ilyen ugratókat használtak, aztán volt mindenféle hasznosítási módjuk nekik. Mindenféle dologban tudtak jeleskedni a különböző régiók, különböző tök menő csokobói. Ezeket a grasszeket úgy látom gyűjtenünk kell. Még kell belőle 18 darab. Hát ahogy megyünk úgy egyik jön a másik után. Ez megvan már nekem ez a mentőpont? Nincs. Akkor ide jövünk. De az kis csávó, várjál, segítek. Meg is vagyunk. Jó, és akkor most fel kell oda mennünk valahogy, mármint hogy nem a kloákájába ennek a vadállatnak, ahova éppen a kamerát irányítom, hanem hogy ide valahová. Aha, látjuk is a bejáratot rögtön. Tök jó, hogy raktak ide mindenhová vizet, mert ez a vízből tud valahogy felemelkedni, meg még kicsit tudja tartani ugye magát utána. És itt állítólag valamivel meg kell, hogy küzdjünk, még nem tudom, hogy milyen fajta enemy lesz, talán ennek a területnek a bossa.
És itt kell hívnom? Avian Tyrant? Hát a helyszínen vagyok, nem? Rásoltam erre a srácra, annól láttam a movie-t. A film... 7-es epizód alapján történt, nem emlékszem. Hallod, hogy jöttem át már megint a másikra? Istenem, de buta vagyok. Hát Franco, már másodszor is eltévesztettem a házszámot. De még jó, hogy nem itthon történik mindez, nem? Fel tudsz szállni? Nem tud átrepülni. Ez egy laposabb aréna lesz, nem kell magasra jönnöm. Várjál, csak ott lehetett valakivel? De jó, a többieket így kijelezte, hogy milyen a viszonyunk velük. Jó volt a film, én nem crasholtam. Nem emlékszem, hogy láttam volna. Akkor ez a pici aréna ott szemben, ami nekem kell. Igen, igen, érdekes módon igen. Na lássuk, hogy kit kell itt beidézni, és nézzük meg, hogy a harc hogy működne. Biztos, hogy hívni fog minket. M.A.I. Beléptél a King Zoo területére. Nagyon-nagyon veszélyes vadállat. Extrém óvatosan menj előre. Jó, hát nézzük meg, hogy mit tud. Talán megvagyok még a mozdulatokkal, úgyhogy nézzük is. Kicsit kevesebbet játszottunk most, mint szeretünk volna ezzel, mert bejöttek új megjelenések is, és haladni kell minden játékkal. De lehet, hogy fogok csinálni olyat, hogy mondjuk egy hétig csak ezzel nyomjuk. Lenka, hát te még nem alszol. Jó, ez lesz az. Álljunk át. Barettóra, mert ő az, aki talán a levegő ellen erősebb lehet. 989-et sebzett rajta. Menjünk odébb. Ilyen tornádó meg minden, hoppá. Ez gyorsabban sebez, mint gondolnád. Barettó elindítja szerintem most a Maximum Fury-t oda bele. Nagyon nagyok a sebez, úgyhogy Airist is muszáj lesz irányítani. Ugye kis healinget adjak a csapatnak. Felhőcskének megérkezik az assassin képessége. Oké, amikor befejezi a Svensongot, egyetlen egy támadás ellene letális damage-et visz majd be. Ha elpusztítod a szárnyait, a Svensong közben az interruptolja a támadást és pressurizálja. Ezek szerint nekem akarja azt a halálos damage-et bevinni? Vagy nekem lehetne? Szerintem ez rohadt veszélyesnek néz ki. Szóval a szárnyaira kell rámennünk, és a gyengesége az a lightning támadás. Töltögetjük, azaz Aeris elnyomja már is a Prey-t. Zephyr Prison? Csak most nem mehetünk ki innen, ugye? El kell töltenünk magunkat. Tyrant's Twisters következik, nézzük, hogy van-e. Tsunder, az van, Tsunderám is van, mehet rá. Az a weakness, 2000-et sebeztünk. Én a Firestorm, sajnos hátra lökött. Barretto, mit nyom közben? Ott van a Svensong, ebből baj lesz. Szóval el kellene pusztítanom. Aj, Barretto, nem, nincs elég képességed. Most van Barrettnek elég képessége, nézzük csak. Abilities, Maximum Fury, a jobb szárnyát támadja ő. Aeris mit fog csinálni? Aeris nyom szerintem egy spellek közül egy Tsundarát, a másik a left wingre. Várjál? Nem, nyomjunk a right wingre. Jó, felhő mit nyom? Nyomjunk egy triple slash-t a left wingre. Várjál, ez még jó lehet. De nem találta el. Ez baj. Össze-vissza szivat minket, miközben hagyjuk dalát intézményezi, a left wingre támadunk továbbra is. Nem találom el még mindig? Ne csináld! Felhő, nagy a baj! Jézusom! Felhő egy HP-n megmaradt, Barretto fekszik. Hát most értem már, hogy mi itt a kitaláció. Tehát ez alatt kell valahogy megölnünk. Ez azt jelenti, hogy odáig el kell kezdenünk felhalmozni annyi ATB-t, amennyit csak lehet. És akkor, amikor elinti, vagy elkezdi kasztolni, akkor kell belenyomni mindent és pressurizálni. Hát elmondom, nem semmi volt azért. Nem volt semmi. K-pop srácok merítik ki a szó, ilyenrel fogalmát? Mármint, hogy minek? Indokolatlanul szépen megcsinált karakterek. Bisi a Bisunden rövidítése. Animéknél használják olyan férfi karakterre, nagyon szépek, női megfelelő a Bisudo. Bisujo.
Iso, nem tudom, valami olyasmi. Erről nem menj közel, inkább maradjunk a távolsági karaktereinknél akkor. Nem tudtuk kivédeni. Hát, defseltem volna, csak felesleges volt, menjen Max Fury oda. Eris pedig töltse szépen a az ATB-jét, mert neki a legnehezebb feltölteni szerintem. Barátom, mit művelsz ott? Mit áldogálsz alatta? El kell, hogy használjak egy Prey-t. Ezben mehet már is felhő. Tudnék-e esetleg egy Triple Slash bevinni? Igen, szerencsére tudok. Nagyon menő. Már is csinálja? Hát ez nagy baj. Nyomjátok. Úramisten. Hát az, hogy már is elkezdte kasztolni és sehol nem tartunk ATB-ben, ez nagyon-nagyon-nagyon nagy baj. A felhőnek muszáj lesz egy fókuszáltat nyomni a right wingre. Nem tudom, mennyire sebezte ez meg. Barettónak kellene használni egy Max Fury-t, talán a right wingre szintén. Használjunk megint egy, ez nem lesz elég így, nagyon hamar kezdte el most kasztolni. Megint egy thrustot nyomunk a right wingre. Hát ez halál lesz így. Tsunderát rakjunk bele a left wingbe, és nézzük közben. Felhő tud-e valamit? Megvan. Akkorát nyomtunk a szárnyába, hogy most megvan a pressure. Ez nagyon király, Synergia Ability-t használunk, a Firework Blade-et. Nem, még nem. Még ezt megvárjuk, mehet egy spell. Erisnek kellene healinget szereznünk. Abilities. Nyomuljunk előre. Prime Mode, nem? Wildfire, Snow, Flurry, Statikus Shock, az mehet. Arra weakness-e van, úgyhogy az nagyon király. Menjen még egy Braver. Ha eltalálom. Aj, de szép. Megjön a Zephyr Prison. Töltögessünk. Ezt most nagyon szerencsésen sikerült így hárítani a Sven Songját. Ki tudom-e védeni ezt a Tyrant's Twisters-t? Barretto, mit csinálsz? Fireworkot nem használunk majd, amikor a Limit Break bejön. Barretto, neked is ugyanezed van? Nem, van egy Arcane Blasted. Range Attack, Unlimited MP-t ad egy ideig. És a másik, Staggered Folk-ra kell használni. Értem, jó, menjen ez! Szép 900-os, nagyon király. Eris, nyomja tovább. Barretto, használja egy Max Fury-t, légy szíves. Várjál, megint Svensongol. Uramatyám. Még pont, amikor healelnék. Na jó, akkor kénytelen leszek elhasználni egy Tsundarát a jobb szárnyára. A bal szárnyát már verik a fiúk. Megint megvan, ezzel szép weakness-t sikerült ott összerakni, pressure-t, mindent. Még mindig nyomogatjuk, ezek szerint nagyon sokat használ ebből. Mehet egy Prey. Menjünk ki abból a körből. Szép volt a healing, nagyon szépen csinálta most Eris, gyönyörű. Hogy de király ez, amikor ilyen távolsági támadásunk van a pengében. Nagyon menő néz ki felhőnek. Most a tornádót kasztolja, én felugrok rá szerintem egy triple slash-sel. Király mindjárt megérkezik, aminek meg kell. Nézzük meg a Synergy Ability, még mindig nem. Simple Ability triple slash, folytatjuk rajta. Megint Svensongol. Jó, van egy kisebb probléma. Hallod, ez nagyon durva, hogy ennyire nyomja. A left winget lövöd, oké, megy egy Max Fury arra a left wingre. Időközben Erisnek kellene pontot szereznie és a right wingre támadnia. Szerintem a jobb szárny az leesett, nyomjuk a spellt. Tsundarát nyomjunk a right wingbe, ha minden jól megy, akkor összejön. Igen, megvagyunk, és most kellene maradék pressure beletenni, megérkezik a stagger, nagyon király, haladunk, gyönyörűen haladunk. Most nyomjuk meg a staggerben Synergia Ability-vel az ATB-t, ugye? Nem, a limit levels, az jó lesz. Na nézd, mit nyom! Gyönyörű! Limit level az még nem elég, most egy Braver-t nyomunk ide. Uha, nem halt még mindig meg, az viszont baj. Azt hittem, hogy meg fog kurcanni. Megmaradunk így, akkor szimpla támadásokkal megpróbáljuk lecsökkenteni azt a HP-t. Hát, ha összejött, nagyon király volt. Fú, te! Ez komoly volt, belerendültünk megint a harcba. Irdatlan menő volt talán a szerencse faktor is benne volt, hogy mindig pont jól sikerült a Tsundarával blokkolni a támadásán. Szép munka volt, hogy ledöntöttétek a trónról.
az volt a veszte, hogy titeket célzott meg, azt mondja, hogy ez akkor most egy Intel, aha, igen, tehát ezt meg kellett csinálnunk, hogy kimaxoljuk a területet, legalábbis, hogy azon az úton maradhassunk rajta. Király! Jó, akkor itt megint megvagyunk valamivel, erre felé kellene elmennünk, most már ugye működik a csokobó is, lehet, hogy ide jövünk, és talán lepihenni sem volna hülyeség ezen a részen. Combat assignmentek közül megvagyunk az összessel, úgyhogy a harci az most már nem fog kelleni. Egyéb dolgok vannak még a térképen, amit viszont erőltetnünk kell majd. Torony felfedezések, egyebek. Nem tűnt annyira nehéznek, mi? Pedig egyébként nagyon oda kellett figyelni, hogy kivel nyártad az ATB-t, melyik karakterre mész rá, meg ilyenek. Nem volt éppen super easy. Jaj, hova megy a csokobón? Ilyen szépen beöltöztetik ebből a csúnya, pirosas, fehéres ruházatba, vagy nem tudom minek nevezzem, gírbe. Menjünk odébb, mert ezek nagyon jönnek. Jelöljünk meg egy pontot magunknak. Úgy látom, hogy pontosan arra nézek, amerre mennem is kell. Find Intel, itt bent. Tehát nem az van, hogy ezt megcsináltuk már. A 6x6-tal meg vagyunk a combat assignmentek közül. Mindegy, ide eljöhetnék. És amúgy csinálgatnunk kellene még mindig a... Hogy is hívjákokat? Itt van valami, itt el van ásva valami, lehet, itt vannak a nyuszik. A szimulátor fajtokat, mert abban is lehetne ezt-azt még összeszedegetni. Nem tudom, itt felenged? És itt vannak a nyuszik fent, ugye? Itt kellene keresgélnünk. Ja. Valamerre erre volt. Vizsgálódjunk. Én nem emlékszem, hogy láttam volna a Final Fantasy filmet, de... Valamit érez. Ott van. Ott a nyulaknál. Aha. Mindig itt van. A nyuszik mindig eldugják ezeket az utcakat. Na várjál. Megfordul. Mit rejtettek el vajon? Cosmotite Ort. Erre felé van, ahova mennünk kell. Ezek szerint még mindig lehet harc. Én azt hittem, hogy már megvoltunk vele. És akkor megint egy ilyen olyan harc következik, aminek lesz egy kis kihívás faktora, hogy esetleg időre kell megcsinálni, vagy mindenképpen pressure alá kell venni az ellenfelet, mindenképpen esetleg staggerölni kell. Ezek ugye mindig benne vannak. A torony tetejéről elrugaszkodva esetleg nem biztos. Nem hiszem, hogy a csokobót felhívhatnám. Ez egy kicsit necces innen menve. Lehet, hogy a víz oldaláról kell ezt megpróbálni majd. Nem, az út is arra megy, akkor ez még jó lehet onnan. Nagy ez a terület, ugye minden területet kimaxoltunk eddig. A protorelikviák közül maradt néhány, de az csak a 12. chapterben érhető majd el, annak a befejezése. Mi pedig a 11. vagyunk most benne, azt hiszem azzal, hogy megérkeztünk erre a helyre. Itt is van valami. Na mi van, nyuszik? Hogyha nem csokobó hátom vagy, akkor nem tudod meg, hogy itt lootot helyeztek el. Ezért is érdemes erőltetni, hogy azzal közlekedj. Egy rubi. És akkor ezt a részt még nem láthattuk a térképből, ami erre felé van. Jó, de hát cserébe egy csomó, meg még több mindent felfedeztünk és megcsináltunk a másik oldalon. Itt mi van? Mennyi kincs van itt eldugva szerte szét? A hátunk mögött. Ez lehet, hogy lent van alul? Aha, de visszaengednek innen? Pont itt van előttem. Lehet, hogy megbánom, hogy lejöttem érte. Ashwood, az biztos, hogy jó cucc. Ezt tudja, hogy kelleni fog nekünk. Ha visszaengedtek ide, ez tök jó. C volt, K-pop artist, akinek impactja volt nyugati zenével, inkább egy karakter, mint idol. Az, akinek a izéje van, a Gangnam Style, meg ezekre gondolsz? Ő volt a Psy, nem? Vagy Psy. Szemben fönt van a Combat Assignment. Amúgy megszereztük az itteni jóistent is, ugye a beszumonálható vadállatot. Már nem is tudom, hogy mi volt annak a neve, de valami főisten neve. Ahogy ez szokott lenni, ugye? Ezekben a gémekben. Roaring Flames. Pressure Stagger, Defeat Within the Time Limit. Jó.
Azt hittem, hogy ezek megvoltak, de jó. Akkor ezeket meg kellene néznünk, hogy hogy lehet őket elintézgetni. Higher Tail! Megérkezik ez a Sass. Aha, a tűz a gyengesége és ő maga is tüzet csinál. Hogyha elég dabagét viszel be, amíg a kék tűz bevonja magát, az kioltja a flémeket és pressurizálja. Amíg nincs a tűzben, dodge-olva vagy guard-olva lehet pressurizálni, érthető. Ez jó volt. Szóval tűz, ugye? Az van nekem, Fira mehet bele. Ne öljük meg, vigyázz. Az nagyon szép, a pressure meg van már is. Még van 1 perc 46-on mehetünk. Mehet. Ő is dodge-ol mindenütt. Ezt nem sikerült kidodge-olni, ezt kicsit sajnálom. Nyomod Barettó. Jézus, ez szép volt, király volt. És amíg a földön van, addig kell megnyomni. Felhőről lejöttek már? Amíg... Hogy vannak? Várjál. Tehát amíg rajtuk van, Max Fury, be kell, hogy vigyünk oda valamit. Nézzük, próbáljuk meg. Ott a pressure. Mindjárt kijön talán a stagger is belőle. Csak ne öljük meg, megint rámugrott egy. Kell nyomni bele megint egy tüzet. Ez pont nem az. Felhőcske fogja nyomni a tüzet. Fire. De ne öljük meg, csak a stagger jöjjön be. Utána a maradékkal kicsit nehezebb lesz dílani majd. Kidodzsolta a tüzemet? Ne váltsunk targetet, hello. Nincs éppen könnyű dolgunk, hogyha staggert akarunk belevinni, de muszáj erőltetni még azt a fire-t. Hallod, kidodzsol minden. Na végre megvan a stagger, most már mehet. Most már meg vagyunk mindennel, úgyhogy let's go. Nyomjuk meg őket és lehet a kemény kill. Azt mondja, abilities, kellene csinálnunk olyat is, hogy wildfire. Szép pressure. Erisnek szükség volna a támadásaira. Abilities, megint, mert egy triple slash. Barretto, mit csinálsz? Megérkezik a summon is szépen lassan. Azt hiszem rávetette valakire magát, menjen egy Max Fury a másikra, aki pressure-ben van. Erisnek kellene csinálnia szerintem egy, hát healinget kellene, de most nem azt fogjuk használni. Helyette inkább megpróbálunk valami, de... Van egy ötletem. Heat Wave. Mind a kettőn ott van már a pressure. Summon-t is használjak? Phoenix-et behívjam, az tüzes, az jó. Nézzük meg. Talán a Phoenix elintézi őket, és akkor a time limiten belül 35 szekünk van arra, hogy megcsináljuk. Jó, menjen egy summon abilities. Mindenkit megsebez, tűzzel, mert ott a stagger a másikon. Már csak ő van, ő is staggerben van, mindenki staggerben jelenleg, summon abilities mehet, a következő támadás. Felhő közben megnyomja a Bravert rájuk mind a kettőre, mellé ugrott felhő, de nem baj, mert már ezzel a Phoenixünk el is intézte őket, ezzel max pont számot értünk el szerencsére. Király volt. Jó, akkor ezzel végeztünk, mehetünk tovább ezen a vonalon, itt van a következő, úgy néz ki, megint egy fight lesz előttem. Viszont itt azért veszítettünk HP-t, tehát lehet, hogy megint le kellene ülni valahol. Ha már kicsit cringélek, azért várom a Pop Prince of Persia remake-et, Persia hercege feljavított textúrákkal. A legalapabb játékra gondolsz? Ó, de jó, ez pont elvezet oda, ahol mennünk kell. Pontosan arra van nekünk szükségünk, hogy legyen itt egy... itt a nyusziknál van valami. Legyen itt egy nyugi pontunk. Sands of Time, én azt nagyon szerettem, azt végigjátszottam annó. Szerintem az az egyetlen olyan rész, amit tényleg végigvittem Prince of Persia közül. Ott a megálló, ott fogunk leülni, és akkor mehet még egy harc. Te játszottál egyébként Kendall ezekkel? Mármint a remake-kel és a Rebirth-el? Tökre tudom ajánlani amúgy, én nagyon élvezem a... Az egész sztoria nagyszerű, a karakterei nagyszerűek, ahogy vezetik az egészet, és így totál ilyen titokzatosságban van burkolva az egész. Remék meg van, és még nem játszottál vele?
De miért nem nyomol? Hát tudod, hogy mennyire király a harcrendszere, meg nagyszerű élmény. Tényleg, gyönyörű, szórakoztató. Szerintem ez pont egy ilyen 10/10-es játék, ami... Hogyha valakinek ez... zsánere, akkor szerintem nagyon jól tud vele szórakozni. Ez ilyen... Ó, itt mennek a csuhások. Az jó is, hogy most jött el, mert így legalább nem spoilerezünk, mert nem a főküldiken vagyunk rajta jelenleg. Menjünk odébb, vigyázzunk. Tehát kell mennünk, úgy látom. De két irányba is mehetnénk. Itt lesz egy Moogle Intel. Na majd az jó lesz, a kis Mooglikat majd a helyükre parancsolgatni. Ezen veszem rá meg a sztorijátékok játszás, nem tudom miért. A szén se tudom, pedig nagyon jó. Amint a Sekiro is egy sztorijáték. Le tudsz itt ugrani felhő? Na azért. Moonstone-okat vegyünk meg, Chromite Ore-t, meg itt még van lent szerintem Divine Branch. Nem az volt, de hasonlít. Mi a fenében használtunk Divine Branch-et? Melyik játék lehetett az? Nem a Sekiro-ban van, ott is van valami hasonló branch, de nem arra gondolok. Ezeket a sárgákat csak nem hagynád itt, hogyha már ennyire. Ginger, meg... szerintem valami ízé lehet. M betűs fűszernövény. Marjoram, nem tudom, hogy kell kiejteni, de érdekes. A nyomatni szoktuk ugye a játékban a transmutation, tehát hogy fejlesztünk tárgyakat, meg minden, szóval azért vesszük fel ezeket a dolgokat. Tudjunk a Gjallar hídon, ügyük be a csokobónkat és mászunk fel annak hátára. A remake az másabb volt egy kicsit, ott egy nagyobb csőben voltunk benne és ott lehetett mászkálni. Ott is voltak melléküldik mindenek. Hoppá. Hoppá. Nem ez volt az otthonunk annak idején? És itt van most a főküldi, de én nem ide akartam jönni, hanem ennek a hegynek a tetejére. Jó, nem a főküldire megyünk még mindig. Hogy mehetünk volna oda? Nem, ez Frankon ott van fent a fánál. Szerintem lehet, hogy a városból kifelé jövet lehet azt elérni. Ott van lent valami, ami nekünk kell. Remélem, hogy ezt odaadta most. És hogyha itt a vízen mész végig, ez fog minket bevezetni oda, ahol menni kell. Ezeket pedig ugye gyűjtögetünk el a térképen mindenhol, még kellene belőle néhány. Az előbb odaadta azt a csokogreszt, várjál. Nem adta oda, nem adta oda, csak annyi, hogy fentebb tolt bennünket. PS5-ön nyomnád? Vagy PC-n? Szevasz Gorem, hogy vagy, mi a helyzet? Remélem, hogy minden szuper nálad. Szerbusz, üdvözöllek. Csak hogy ilyen sokáig ki tudja tartani. És itt felfelé? Ott találtunk egy barlangot. Find Intel 2-es szám. Jó, Pressure Stagger Defeat. Jó, mehet. Mehet egy assess. Nézzük, mire gyengék. Elemental Weakness nyomja. Jó, jeget kell belepakolni. Jég az működőképes. Nézzük, hogy van-e nálam. Blizzardom az van, mehet a Blizzard-ra. Oda, az a 4 vagy B-be. Ne nagy damage legyen. Megérkezik? Megvan a pressure. Várjál, várjál, várjál. Barretto esetleg. Nem lesz jó. Nem tudod staggerbe pakolni. Nem tudod staggerbe rakni, hogyha meghal. A time limittel most egy kicsit bőkezűbbek. Elrisztek a spelljei. Nem elérhetőek még. Felhőcske. Nézzük meg még egyszer. Lehet, hogy egy szimpla blizzardot kellett volna csak beletennünk. Abba. Ott a weakness, de belehal. Ne halljon már bele, itt nem lehet staggerölni. Nincs annyira kicsi damagém. Abilities. Snow Flurry, próbáljuk meg. Ez a pressure-re jó. Veri egy kicsit. Mindjárt megjön a stagger talán. Az lesz. Ott van a stagger. Jó, és akkor most Barretto megnyomja. A Max Fury-t is ezzel bevégezzük. Nagyon király. Megvan minden. Maxos. Jó,
Ugye itt most az volt a nehézség, hogy ezek alsóbrendű lények, és nagyon hamar meghaltak volna. És a Staggert belevinni az éppen, hát a fejlettebb csapatunknak köszönhetően nem volt egyszerű, mert nagyobb volt a damage-ünk. Szép munka, megcsináltál mindent. Minden ilyen harci feladatot Nibelben. Nem kétséges, hogy ez nekem köszönhető, mondta a kis csaj. Oké, megpróbál elhallgattatni felhőske. Jó van, ki vannak már megint az android gyerekek. Még egy combat trial tudott összeállítani nekünk, viszont az elég kemény lesz állítólag. Azokat a combat trial-okat, hogyha csinálgatnánk folyamatosan, mondom, olyan materiákat szerezhetnénk, amik irdatlan erősek lehetnének, és lehet, hogy ebben a nehézségi szintben már szükség is volna amúgy rá. A Gjallar Bridge-re nem megyünk rá, itt előttünk van a nyugipont. Viszont, hogyha nincs combat assignment, akkor a Mugalinterre is mehetnénk. Meg is jelölöm azt a pontot, és megpróbálunk itt átmenni valahogy. Lassan alvás? PS5-re lett megvéve talán a Collectors? A nem szarragurítás következő szintje. Collectors-ban nyomná, és még soha nem nyomta. Most ez egy kicsit bántja az én lelkemet. Egy ilyen frankó játékot nem tolni. Ez lesz az a torony? Várjál. A Moogle az ugye, amikor a kis csicska izéket össze kell szeregetni, ott van a gomba szemben, akkor ez a torony nekem megvan már. Vegyük fel ezt a bigyulát, mert ebből még kell néhány. Ne felejtsük el, hogy itt lesz izé is. Szagoljunk egyet balra. Itt vannak a nyuszik, aha, ők rejtettek el már megint valamit. Tele van ez az egész térkép kincsekkel. Barát? Lehet, hogy pont rajta állok, kb. Igen. Mithril. Na, az jó lesz majd a fejlesztésekre, mindenekre. Ja, hogy nem te vetted meg? Ja, úgy már másabb. Megjöttünk a Moogle Intel helyszínére. Bevegyünk a gombaházba. És összeszedjük. Szerintem ez az utolsó ilyen Moogle téma lesz. És tőlük is lehet majd vásárolni. Csak először el kell kapnom a szétszaladó gyerekeket, tudjátok, rakoncátlankodnak bent. Mindenféle varázslattal akarnak minket akadályozni abban, hogy betereljük őket a kis karámba. Összeszednéd a gyerekeket? Persze, 3 percen van. Molalam, Mos, Móki. Kezdjük Mókival. Itt mit kell csinálni? Ja, jó, körrel, oké. Okay. Gyere Móki, nyomod. Szétdobálja a banánjait. Nem engedsz át? Nem enged át. Menjél, menjél szépen. Hú, ez kemény lesz így, viszont át tudok menni? Ugye nem azt akarod mondani, hogy nem enged át. Haver. Hát így fél percem elment az elsőre. Menjél, 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 ne állj meg. Elcsúsztam a banánhíjon. Jóó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 
legtávolabb. Hát megint milyen banánt rakott talán? Hát ezzel megy az idő. Ez az első, amit el fogok rontani. Jó, mondjuk tényleg az utolsó, az legyen nehéz. És akkor ide kell őt be kergetni, így is van. Jó, jöhet Mos, ő a következő. Ő vele könnyebb dolgom van, meg is van. Jó, jöhet a Molala. De nem fogsz tudni átmenni. Hallod, ezzel szivatnak. Hogy mész át ezen? Hát beszarsz, de minek alacsony? Azért, hogy ott át tudjanak repülni. És akkor oda-vissza tudnak? Úgyhogy használni kellene ezeket a szélgépeket. Menjél Molala, nyomod. Örületes japán játékok, nyomjuk. Még van egy 40-em. Oké, Molalu és Móg a következő. Ott ilyen bombákat raknak le. Wow, milyen kis szemétládák vagytok, menjetek oda? Menjél. Bejövünk jobbról. Nem, ez egy zsák utca. Remélem nem jönnek ki azok, akiket betereltem már. Menjél. És most mind a kettőt egyszerre kéne beküldeni. Hát, csak három rontási lehetőség van. Megvagyunk, nagyon király. Ez volt a level 7. Kettő rontásunk volt, szerintem háromnál kizártak volna a versenyből. Igazi hős vagy. Minden egyes empórium újra ki tudott nyitni. Móg és Mág reménye volt, hogy ezek a különleges boltok boldogságot hozzanak az embereknek mindenhol a világban.
És az az álom tovább is élt, generációkon keresztül adták számtalan generáción. Egy nap majd ezek a mugletek fogják ezt a hagyatékot megörökölni. Mint a többiek előttük. Amiatt elfelejteném. Van egy szuper király ajándékom számodra, köszönhetően a segítségedért. Imádni fogod. Micsoda? Micsoda? Hát ez kész. Ez igen. És most mit csináljak ezzel? Beszarsz. Na jó, mutassuk meg a vendégünknek, hogy hogy kell ezt csinálni. Hát. És akkor ott vagyok a gombán, és mit csinálok ott? Mit fognak csinálni? Lehet, hogy táncolnak nekünk egyet, mint az óvodában? Ez hasraesés lesz, elhiszed? Ajaj! Siker! Király volt! Lehet, hogy mostantól tudnék repkedni? Mi ez a csicskaság? Mi történik? Imádom! Nagyon aranyosak ezek a kis szarok. Hát gondolom, hogy kint is tudnom kell használnom ezt a képességet. Ez valami transformation? Na és mit gondolsz? Nem szar. Kupó. Istenem, na jó van. Hát ez... cukiság overload volt, azt hiszem. Megkaptuk a staff moogle-t. És mit lehet most venni tőlük? Ritka és egzotikus tárgyakat? Jó. Már csak 4 dolog van, amit meg kell találnunk. Amit meg kell oldanunk ezen a vidéken is, és utána minden terület ki lesz maxolva. Mehet a trading. Van azt hiszem, Moogle medálból 23, nem. 76 darab nálam. Level boost matéria? Abból van egy nálunk már. Matéria szintjét egyel megtolja. Ú, ez király! Barrettnek a skill pontjait növelhetnénk. Hát persze, hogy kérek egyet belőle. Moogle amulet. A legyőzött enemik nagyobb eséllyel dobnak tárgyakat. Megveszem persze, nem baj az. Stock, és neked nincs egy sem. Legmagasabb szintjét használtad az empowerment matériának. Hozzáférsz a braveryhez és a faithhez. Megveszem. Ki az, aki írogat nekem közben? Ezek a telefonom. Bocsánat. A Mandragora című magyar játék fejlesztő írogatnak ki a Discordjukra valamit. Healing Materia Cure Kuraga. Ez nagyon jó. És ilyenem sem volt, hogyha valakivel healelnék, akkor ez ott lenne a legmagasabb szinten. Firagát is lehetne kasztolni. Akkor már a level boostot is megveszem, miért is ne? Csak az Zafir meg a többiek, aha, elixírek. Fullban tolja vissza neked a HP-t és az MP-t. Ebből a kettőt megveszek. Hát szerintem az utolsó, amikor találkozunk ezekkel. Zafirból van a legkevesebb, abból is veszek egyet. És úgy néz ki, hogy mindenünk meg. Hú, a francba. Ezt most elrontottam. Jaj, ne, hát itt lett volna Yuffie-nak a skillpont növelője. A fenébe. Miért vettem Zafirt? Na jó, nem felejtjük el. Ezért még vissza kell, hogy jöjjek. Nem tudtam, hogy lapozhatok. A fenébe. Szükség lesz találni 6 darab Moogle medált. Mást nem akarnak ők trédelni. Yuffie-nak a skillpontjai tök jók lettek volna, hogyha növelhettük volna. Szia, Renkráti, hogy vagy? Mi a helyzet? Hát ezt a kis, mintha elrontottam volna. Eddig kimaxoltuk mindenkinek így a pontjait, amit elérhettünk ezen keresztül. Jó, akkor megvagyunk ezzel, és hol lehetnek a következő kihívások? Mint ahogy láthatjátok, már megcsináltunk mindent minden területen, kivéve a Kurel régiónak
a dolgait, ahol még a protorelikviából van kettő. Chocogress Collector. Hát menjünk ide szerintem. Rohadt szarnapod volt, még nincs vége, kell egy kis pihin, ne csináld, mi volt a baj? Szeretnél ventilálni nekünk egy kicsit? Itt van egy kis haverünk megint, nézd csak. Sőt, itt a nyusziknál pedig lootot találunk. Mindjárt egy fast travel pontot helyreállítunk. Ez lehet, hogy kincskereső lokáció. A kisködmön. Ide jött volna a haverunk? Fel kell, hogy menjünk. Aha, ott lett volna a dolog. 36/50-ben vagyunk, ezt a helyére állítjuk. Megint kaptunk egy aranytollat. Tudok-e craftingolni? Nézzük meg a transmutation-t. Van-e most valami, amit elérhetnénk? 140 pont lenne a dry etherből. Astrális remnantra volna szükség, meg egy kozmotájtra mellé. A remnant az nem tudom, hogy miből fog összejönni. Úgy néz ki, hogy aha, a Resplendent Bracer. Ez igen király, de az Yggdrasil is nagyon jó. Mind a kettőt meg tudod csinálni, és nézd csak, ezek jobb tárgyak, mint amik rajtunk vannak. A világfából szedték ki. Aha, Transmutation közben level 15-ön van. Ezt valakire fel kellene tenni. Itt mit lehet csinálni még? Hiányzik valami. Hiányoznak tárgyak. Mondjuk ezt fel lehetne erősíteni a Resplendentet, amit most raktunk össze. Az Yggdrasilhoz pedig mi kell? Divine Heartwoodból néhány. Hát ezt akkor meg kéne csinálni, nem? Jó. És ezt valakire fel kell majd tennünk. Ide pedig kell Divine Heartwood, és akkor ez is menőben lesz majd. Expeditionary Medal. Moonstone kell kettő. Ezekkel meg vagyunk, mehetünk. De van egy olyanunk, hogy Upgrade Weapons, azt sosem használtunk, ez micsoda? Hogyha azt mondanád, hogy konfirmálsz, nyomhatsz HP-t magadnak? De nem. Az Upgrade Weapons az nem így néz ki, nem. Hát ezt nem vágom. Tehát, hogyha azt mondod, hogy Auto Upgrade Settings, akkor itt különböző karakterek különböző fegyvereit mutatja meg. Ez a Calamitous Bazooka, Smackdown Ability-vel, ez még nem volt betéve. Jó emberünk kezébe, mert ugye jelenleg ő mást használ. Mondjuk akkor ezek szerint Barettónak már váltania kellene. És hogyha erre ráokézol, nem. Hogyan lehet növelni a fegyverek szintjét? Ez egy 71 órája játszunk egyébként a játékkal, ezért mondom, hogy hosszú game nagyon. Tehát nem vágom, hogy itt vagy, de nem engedi. Vagy ezt tényleg csak annyit akarna mutatni, hogyha megcsinálnád a kimaxolását a képességnek, akkor lenne valami. Hát nem értem, hogy ez az Upgrade Weapons hogy működik. Valamiért nem tiszta számomra, hogy miért nem ad egy gombot, hogy rányomhass. És akkor ezen a helyen nincs is semmi. Nem kapunk küldetést. Ez egy destination, de elképzelhetőnek tartom, hogy ez egy olyan hely, amit később majd egy mellékküldetés kapcsán kell újra meglátogatnunk. Kapcsolták adunk a szervünket, hogy során át nem működtek ügyfelek honlapjai, sikerült tisztázni. Hú, ez para. Ez tényleg nem hangzik jól. És ezek olyan weboldalak, amikre mindenképpen szükség lett volna? Van egy Google medál. Szia Goldnov, köszönöm a követést, üdvít nálunk. A vészkórusban. Ne felejtsd el, hogy elmondatunkat a Metszárba kerülni, csak énekelj hangosan. És Mugal medálból felvettem egy-kettőt, menjünk tovább ebben az irányban, nézzük meg, hogy ez merre megy. Nem, arra nem lehet menni. Várjál, csak a backend nem mehetsz oda, és itt ha leszállsz. Nem mehetsz máshogy sem, oké. Akkor az ott ki van csukva az a rész.
nekik fontos, ha már fizetnek érte. Hát az persze, azt gondolom, de... És érted, hogyha esetleg egy olyan oldal, aminek, mit tudom én, leáll 3 órára, akkor nem okoz nagy költség kiesést esetleg, akkor még nincs olyan nagy baj. Hogyha mondjuk leáll egy kormányzati szerver, amin valaki éppen a TB nyilvántartását szeretné rendezni, és kiestek az információk 5000 embernél, akkor ott biztos, hogy gondok lehetnek. Itt már jártam benne. Ez már megvan. Mindenképpen a fő küldetés lesz akkor a megoldás. Tovább kell sajnos mennünk rajta, mert máshol nem látunk semmit jelenleg a térképen. És le is vagyunk zárva, úgyhogy ez maradt. Itt állunk, és akkor menjünk ide a fő küldire. Faktorio, engem érdekel-e? Miért kérdezed? Nem annyira, nem. Miért? Én a Satisfactory-val tök jót elszórakoztam egy 2 órát, aztán láttam, hogy ez egy olyan játék, ami igazán időtemető, és a világ összes idejét elszorakodhatnám benne, hogy egy tökéletes gyártósort hozzak létre, automatizálni meg mindent. A Factory az ugyanez, csak ugye kb. Pixeles grafikával, hogyha jól emlékszem. Jó játék, most jön hozzá a DLC? Á, nem, engem annyira nem érdekel. És itt láttuk az épületeket lángokban. Micsoda? Hát azt hittem, hogy... Felhőcske! Oda néz! Ez... Zsír új! Nem ismerem a tabot. Az egész falut újjáépítették. Ne ijesszetek meg. Azt hittem, hogy felhőcske lehet, hogy el... Hola? Úgy értem, hogy minket veszített el. Mert hogy máshogy néz ki, tudod? Mi gondoltok, ki építette újra? A Dear Billions, aha. A Shinra tehette csak. Ők idejöttek, ugye írtást rendeztek. Na jó, ne is törődjünk ezzel, van egy terminál, amit meg kell találnunk, mondja Kate Sith. Hál' Istennek, olyan típusú oldalon már nincsenek, nem szeretnénk rizikókat vállalni. Aha. Amikor azt mondtad, hogy az FF7 hosszú játék, hány órát kell érteni? Hát szerintem az alapjátékban egy 60-70 órát biztos, hogy bele lehet ölni a remake-be. Ugye most ezt úgy oldották meg, hogy a remake az az első harmada a 7 sztoriának. Ez a Rebirth, ez a második harmada, és a harmadik harmada az még nem jelent meg. Tehát, hogy most ezzel a résszel is már egy 70 órát eltöltöttünk, de ezt már fele ennyi idő alatt is be lehetett volna fejezni. Tehát én nem a kizárólagos fő sztorin mentem végig, hanem mindenféle mini játékot csináltam, kártyajátékot játszottunk és maxoltunk ki, felfedeztük az összes területet, protorelikviákat kerestünk, tehát rengeteg minden dolgot tudsz ebben a játékban csinálni. Nem kell feltétlen kizárólag a... Akkor ez neked való? Én nagyon ajánlom, mert szerintem marhára jó a harcrendszere is, hogy ilyen ATB-kre van szétosztva, és akkor amikor betelik egy darab ATB bar vagy gauge, akkor használsz egy specco ability-t és összebolondíthatod a fightot vele, meg úgy gíreled a karaktert, ahogy szeretnéd. Különböző ability-ket rakhatsz rá, matériákat rakhatsz be, hogy milyen ability-ket, varázslatokat használhasson, meg ilyenek. Nagyon-nagyon jól ki van találva. Nagyon sok csúhás van itt. És nézd, helyi arcok is vannak. Csak hogy nem teljesen ugyanolyanak, mint régen, ugye? Ebből a faluból származtunk. Hello, miben segíthetek? Jó napokat, jó uram! A Shinrának dolgozom, büszke dolgozója vagyok. És mivel a közelben voltam, gondoltam beugrom és csekkolok valamit a vállalati adatbázisban. És a társai. Jaj, ezek? Én itt laktam, egészen a... Tudja meddig. Igen, értem, mondja.
felügyelő. És tudatában vannak, hogy Nibelheim most micsoda? Nem, nincs ötletünk. 5 évvel ezelőtt a sínra átvette az irányítást a falu fölött. Most pedig egy ilyen gyógyközpont a makó mérgezéssel sújtott embereknek. Minden a síráé? Hát miért jöttek akkor a... Aha, a különleges létesítménybe kellene elmenni, ők majd segítenek. Nagyon segítőkész. De az adatbázis. Csak egy másodperc lesz, mondja két szisz, és el is rongyol. Biztos vagyok benne, hogy nagyon szeretnék megnézni a szülő falujukat, de ne tartson sok idő ideig. Hát minket, mintha nem látnának itt szívesen. Lehet, hogy tudják, hogy kik vagyunk. Csak eljátszották ezt a szívélyességet, ami nem is volt annyira az. És a Mako poisoninget gyógyítják ezeken a szerencsétleneken. Ez kicsoda? Snaps, szevasz! Miért nem pózolok a csuhásokkal egy fotóra? Hát nem tudom, haver. Köszi. Ez egy nagyszerű kép lett. Úgy tűnik, hogy a Shinra vezeti ezt a helyet. Vincent, nagyon szépen köszönöm. Tudassam vele, hogy találunk egy jó fotó helyet, király. Akkor oda el kell, hogy menjünk. Az nem lesz messze. Ott a Froom Festre vele menni majd. Mondjuk ez csak egy filtert ad hozzá. Hogyha fotómódban nagyon szeretnénk valamit lefotózni esetleg. Figyelj! Azt még nem látjuk, hogy mit kell itt tennünk. Két szét pedig elszaladt. Oh, hello! Úgy tűnik, hogy a reaktor nincs olyan messze. Felhőcske, voltál már ott előzőleg? Igen. Hát akkor mesélj róla, milyen volt? Tele volt makóval? És mi van a matériákkal? Hát... Igen. Néhányuk természetes úton formálódott. Természetesen. Ajaj, beindult a nyál termelése. És akkor nézd csak, most már vele is jobb lett a viszony. Király. Többiekkel is beszélnem kell? Mi történik? Mit csinálok? Ja, hogy itt most nyújtózkodunk. Ha, ez igen. A többieket meg kéne találnunk, mert ezek szerint akkor beszélnünk kell velük és viszonyt mélyíteni. Kérdés, ez mindig itt volt? Igen. Csak úgy csikoltozik, hogy valaki másszon meg, ugye? Hát akkor adjuk meg neki, amit szeretne. Hé, de ne... Mondta felhő, és azzal Eris már oda fent is van, menjünk gyorsan utána. Szerintem ez lesz az, ami majd a végső kimaxolását engedi a karakterek közti relációknak. Elnézve ezt a helyet, sosem gondolnád. Ja, hogy lerombolták, porig égett. Eris, nagyon kedves vagy, de mi tifába vagyunk szerelmesek, ne haragudj. És melyik a te házad? Az ott. Otthonosnak tűnik, mondja. Hoppá, hoppá, le ne essünk onnan. Sajnálom, ezt nem lett volna szabad mondanom. Hát ne aggódj emiatt. Számodra ez újdonság, ez az egész. Az az épület, a fogadó. 5 évvel ezelőtt ott szálltam meg. Az ott a... Town Hall, mondjad már, ott van a bolt. Az pedig ott... Tifának a háza. Szomszédok voltunk. Ott is van már bent rögtön. Jó Isten, és minket néz, még integet. Jaj, felhő, egy mosolyt virítsál már, mi van veled? Hadd tippeljek, mondja, hogy... Micsoda? Már mit mondod?
Sosem jöttél ide fel reménykedve benne, hogy ő majd integet neked? De ez olyan, amit megtennék. Hogy szerintem csináltunk ilyet. Ja, valószínű. Oké, remélem az őszinteségünk csak mélyített a viszonyunkon. Ha te cipődben járnék, akkor itt lettem volna fent folyamatosan. Ajaj. Én most lemászom. Én jó helyen vagyok itt, majd később találkozunk. Jaj, és ki van maxolva? Ki van maxolva, király? Szeretnék egy kicsit egyedül lenni. Mérges vagy? Miattam vagy rám? Nem. Minden miatt. Biztos, hogy nagyon király. Hogyha van egy barátod, aki ismert gyerekkorod óta, akinek mondhatod, hogy emlékszel, amikor? Akivel visszaidézhetitek a régi emlékeket. Nekem senkim nincs, aki ilyen lenne. Olyan érzésem van, mintha ezzel így... ez fáj neki, az a lényeg. Ezért akarok lenni egyedül. Ezen felül... ja, hogy nem akarja, hogyha rajtunk tölteni ki. Attól csak rosszabbul érezné magát. Köszönöm azért, igazán mondja. Hamarosan lemegyek, akkor majd találkozunk. Szia! Tuti vagyok benne, hogy a... ezzel a karakterek közti reláció mélyítéssel majd később még esetleg, nem tudom. Lehet, hogy megint lesz egy randi session? Egyetemen betegnek tűnök, azt mondja. Ha rosszul érzem magam, akkor várni kell. Mert a jelenlegi pácienseket látják el először. IFA otthonában vagyunk bent, milyen szép ez a 60 FPS, milyen fluid. Végre egy játék, ami kihasználja a PS5-öt, komolyan. IFA fent volt az emeleten, menjünk fel hozzá. Olyan ott van még a szobája? Egy csuhással kell játszani Queen's Blood-ot? Az nagyon király lesz, azt mindjárt megcsináljuk ezt a kártyajátszást. És itt meg... hoppá. IFA. Na most ne rontjuk el. Tudod... sosem értettem meg, hogy apám miért ment be a reaktorba, miért üldözte Sephirothot? Mióta felébredtünk Kurelben, erre gondolok. Annyira rossz ötletnek tűnt. És mit gondolt, mit fog csinálni? Egy híres háborús őssel harcol és győzni fog? Hát nem győzött. De miután elköltöztünk Midgarba, miután... várjál? Haragból tette, akkor döbbent rá. És egy elege volt. Minden, amiért annyira keményen dolgozott, egy pillanat alatt elpusztult, összeomlott. Amit értünk épített, annak vége lett. Sephiroth a földig rombolta. Aha, ezért ment be a reaktorba. És úgy, mint ő, fogtam a fájdalmamat, gyászomat, és haraggá alakítottam, ami az Avalanche-hez vezetett végül. A probléma az, hogy a harag nem tart örökké. Úgyhogy amikor az Avalanche elkezdett agresszívabbá válni, csak már a félelem meg a kétségbeesés volt rajta, és hogy... és akkor jelentünk meg, vagy jelentem meg. Hűha! Mint hogyha sors lett volna. Nem sikerült! Ez nem volt jó választás. Sok minden történt, de most, hogy itt vagyunk, tudom, hogy ez volt már a jó döntés. Francba! Most tudom, hogy visszaépítetek mindent, megpróbáltam. Micsoda? Várjál. Úgy csinálnak, mintha nem történt volna semmi, de ezt nem hagyhatom nekik. Nem engedhetem Sephiroth és az ő kegyetlensége, Shinra és a hazugságaik. Belebetegedtem már az egészbe. Nem tölthetnénk vissza? Nem már! Emlékszel gyerekkorunkra, hogy mindig néztél ott a toronyról? Micsoda? Minden alkalommal, amikor tekintetünk találkozott, te félrenéztél, és amikor próbáltam beszélni veled, akkor elkerültél. Hát elég csicskakölyök voltam, nem meglepő ez. Én pont az ellentéte voltam ennek. Szükségem volt
folyton, hogy mindenki szeressen. Ezt a dolgot utálom magamban. Aj, Tifa. Jaj, de most nem lett meg a maxos. Jaj. Francba. Játszunk a... Hát nem tudom, játszunk? Van most valami, amit le kellene játszanunk? Szerintem nem kaptunk új kottát. Select piece, nézzük meg. Ja, még mindig ez a két láb, de ez nagyon nehéz volt. Ez írdatlan nehéz volt, hogy az árankot elérjük benne. Pedig egyébként jó cuccot kapnánk. Figyelj, nézzük már meg, utána meg lesz egy kártyaparti. Hát, ha összejönne. De ez tényleg nehéz lesz. Két analóg. De el fogom rontani. Aja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 j
Nagyon szar vagyok benne. Iszonyatos, hogy így megy minden. De jó, de talán ez már az utolsó ebből is. Fucking hell, milyen. Jobb lenne, hogyha nem pofáznék, nem? És akkor talán jobban menne. A múltkor jobbat mentünk rajta szerintem. Vannak emberek, akik órákon keresztül gyakorolnak, és nyomják, és kimaxolják a rewardot csillaggal, mindennel, tökéletesben. Elmaradt ott. Hát ez szar volt. Megint csak a B-rankot értük el. Hát kellett volna még egy majdnem egy ezres. Majdnem egy, nem, kevesebb amúgy. 700 pont. Hát hogyha nem lett volna az a sok miss, akkor nem lenne annyira szupervészes elérni az A-ranket benne. Cserébe meg egy tök jó, csomó minden tök jó dolgot lehetne kapni. Ezért, na várjál, finish. Azt hittem, hogy nem engedi. Igen, ez nehéz, hogy össze-vissza kell a két analoggal, ugye ritmusra ráadásul meg minden nyomulni, meg fáradt is vagyok most, aztán az is benne van, hogy ultra bénán sikerült ezt most megoldani. Másik kellett volna dönteni Erissa, ezt nagyon sajnálom, nem tudtam. Mert azt hittem, hogyha itt ilyen nyomulósra veszik a formát, tudod, akkor majd segít, de hát nem. Ő nem tud csak mindent mondani. Nem, Dale, hagyd azt a fickót békén. Majd én játszom veled Queen's Bloodot, hogyha ezt akarod, oké? Mondja Palina, sajnálom. Ez itt Dale, imád Queen's Bloodot játszani. Jobban, mint bármit a világban. Nem gondolnám, hogy egy-két meccset lejátszanál vele nagyon gyorsan, ugye? Nem, én vagyok a legjobb játékos. Szerintem keres valakit, aki majd egy kicsit nagyobb kihívás lesz neki. 24-ből 22 partit megnyertünk már. Akkor menjen a 23-dik is. Nem változtatunk a deckünkön. Twin Brain-t lehetne kapni, amikor kijátszod, akkor position rank-eket növeli kettővel azokon a spotokon. Ez nem rossz az alap, amit kaphatsz tőle. Oké, Biggin mehet. A megszokott deckünkkel menjünk. Az mindig beválik. Na nézzük. A kaktuár az jó. Az ogre is jó. Ezek jó lapok kezdésnek. Mehet. Jó, mehet a play. Kezdjünk szerintem egy mandragórával szokott pozícióban. Megkaptuk a minionját.
kíváncsi vagyok, hogy mivel állunk szemben, egy titánt rakhatnánk le. Ha ezt ide rakod, akkor az alsó pozícióban az jó lesz majd. Oda fog majd jönni a bengánk. Titánt nem rakunk középre, csak felfelé. Most át kell vennem, vagyis egy ógrét. Át kell vennem azt a pozíciót ott felül. A zemzelet nem segít, ugye? Nem, hát mert kettes. Kaktuárral menjünk ide és megszereznénk a plusz 3-ast, meg a északon. Felső lénen átvennénk az irányítást a felett, a spot felett, nézzük ezt így. Alul kezdett el nyomulni. Itt van Grand Horn. Ez egy váltólap? Igen. És hogyha meglenne a váltólap, akkor utána lerakhatnám az ógrét és előre törhetnénk. Ez nem egy rossz választás. Lehetne zemzelettel hátrafelé erősíteni és megszerezni két lokációt, de azt a hármast alul ezt úgy el fogja tőlem venni, hogy nem igaz. Viszont hogyha lerakod egy lapot, van egy ötletem. Akkor játszunk úgy, hogy Grand Horn-t ide teszem, és utána majd átveszem az alsó kettő lokációt. Nézzük ezt így. Nem mondod, hogy elvetted azt onnan, mert neked is Grand Hornod van, te szemét. Jaj, ne. És akkor most ógréval, de azzal nem törünk előre. Crystalline Crab-bel esetleg ott midre bemozdulhatnánk. Itt egy kettest és azáltal alsó lént nyerhetnék. Muszáj vagyok ezt megtennem. A középső lokáció nincs meg. Ez baj. Pontokban jobban állunk még. A felső lént megszer... Azt a mindenit. Midgard Stormer megérkezik, az majd egy szükséges lap lesz nekem. Előre kell viszont nyomulnunk, a Mandragora Minion az pont jó, de a Crystalline Crab az még jobb ide. El fogja venni azt a helyet, elhiszed? Jól meg fogjuk szívni. Pontosan ez történt, pontosan ez, amire gondoltam. Ez nagyon rohadék. A Parmire-rel kellene inkább pusztítani. Lerakom Midgard Stormert, és utána nem tudunk mit tenni majd. Hát nézzük, mennyi pontot tudunk így összehozni, ezt újra kell játszunk ezt a meccset. Pont rossz volt, hogy ugyanazt a lapot ki tudta játszani ő, és nem tudtam, hogy neki is van a pakliában persze. Így most csak passzolni lehet, mert nincs semmi olyan lapom, ami segítségünkre lenne, sőt, mivel két lént megnyert, ezért restartoljuk ezt a meccset. Még a végén lehet, hogy találunk egy olyan ellenfelet a játékban, akit nem tudunk olyan egyszerűen össze csicskítani a paklinkkal. Mondjuk az is igaz, hogy a játék talán első harmadában váltottunk utoljára lapot a pakliban, és már azóta számtalan jobb lapom is lenne. Mandragórával indítani nem rossz, a Crystalline Crab-ek közül egyet lecserélünk, az Arch Dragon, ami előre nyomul, meg hátra erősít, az sem szar, de... Leváltom most őt is. Nézzük, hogy mit kapunk a helyükre. Grand... Ah, megjött a Space Ranger, az nagyon jó. Az egész lényt kettes poziba rakja. Vagy micsodákat, feleti kettő lényt. Krebet kirakta erősíteni, kaktuárral mehetnénk. Mi lenne, hogyha kettes zemzelettel mennék előre? Az hátrafelé tápol, az nem jó. Grand Horn, azt nem fogom lerakni. Kezdjünk innen így. Kár, hogy nincs az ogre az én kezemben jelenleg. Menjünk előre a Crystalline Crab-bel, így jó lesz, mert itt több teret fogok tudni nyerni. És felfelé erősít a középső pozícióra. Nagyon nyomul előre, azt most el kell, hogy vegyem tőle valami módon. Chocobo és Maga... Moogle-lel. Aha, ez jó lesz. Mit csinál? Jó, megszerzi azt a helyet, beleférhet. Itt egy kaparvájon, hogyha szeretnénk azt onnan letépni esetleg, az jó lenne. Ezt, hogyha ide lerakod, akkor nem jó pozi. Grand Horn az alsók közébe mehetne. Hátra erősíthetnék. És hogyha Mandragórával megyek innen. Alulról nem hiszem, hogy át tudja venni az irányítást ott azok fölött. Viszont erre szükségem van, hogy meginduljak felül is. Kaktuárral erősítsünk rá. Még jobb ötlet, nagyon jó ötlet, mehet. Extra pontokat szerzünk azáltal. Középső lénen meg kell szerezni a középső spotot, mert arra nagy erősítések jönnek. Ez király volt, itt hátra tette le. Így most megérkezik Midgard Stormer. Ez nagyon jó, mert ezt rögtön lerakjuk ide. Erősítjük majd mindjárt, azáltal, hogy beaprítunk egy kicsit az enemy lapjai közé. Megszerezte mind a három? Na ne szórakozz velem, hogy mind a három helyet megszerezte onnan. És hogyha most leraknám Grand Horn-t ide, az előre nyomulna, viszont nekünk még mindig a középső spot az, ami nagyon kellene. Oda egy zemzeletbe mehet, nagyon szép. Felfele is erősít mindent, jó, mindent erősít, nagyon király. 1-13-10 ponttal megyünk a léneken. 0-4 és 1 van az enemy-nél. Mehet rögtön az ogre ide felső pozícióba, viszont itt meg akasztanám magam ezáltal.
Viszont az ógráz 5 pontos lap. Csak ő még nem rakott a felső lényére semmit. Kaparvájára szívassuk magunkat. Ezzel biztos, hogy tudnék előre menni. Mandragórával is lehetne, de szerintem elvenni azt a lokációt azonnal. Cserébe, meg úgy látom, hogy a plusz 2, plusz 4-es lapok azok ott nyomulnának. Egy extra lapom is lenne a kezemben. Kaparvájára, hogyha tudnék esetleg valamit innen még lefelé nyomulni. Hát ez az egyetlen, meg a Grand Hornos változtatás. Na jó, lépjünk akkor egy ilyet, nézzük meg. Hogyha nem felülre rak, akkor most nagyon király vagyok, hogyha nem felülre rak. Menő, 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 ez jó így. Így most tudok csinálni egy olyat, hogy... hát nagy erői lapok a kezemben vannak a francba, hogy kaparral itt ezt kiírtam, és előre betörünk. A mid lokáció is ezáltal a miénk lesz. Midgard Sormer pedig hátul erősödik, mert pusztítottam a lapjaiból. Ez eddig nagyszerű. És most mit csináljunk középen? A Mind Flayer-t kellene lerakni, de az kettes erősségű lap, pedig azzal nagyot mehetnénk ott. Krabbel erősítsünk rá. 7-16-11 pontra. Ogrét nem rakhatsz le. Még egy Grand Horn-t le tudok rakni, és azáltal Midgard Sormer erősödik. Majd megnézzük, hogy melyik lényre van szükség ilyet leraknunk. Hát akkor menjen egy Krab ide, így. Ezt szerintem nem tudja már megnyerni. Hú, ez egy 8 pontos volt. Ajjajaj. 8 pontos lapot rakott le. Na jó, hát akkor Grand Horn-t kell leraknom, hogy egy kicsit rátápoljunk. Ezt leváltva erősebbek lehetnénk. 12 pont, 1 ponttal növelnénk az erőnket. Ez most mit csinál itt? Az csicskítja a jobb oldalit. Plusz 2-t ad oda. A középső lénen emelünk 2 pontot, ide jön hátra. Hét, 17 és 12 ponttal megyünk. Cserébe a szembe oldalon 6, 5 és 11 pontok vannak. Még mindig rakhatnék le valamit, azt mondja. Nem, már csak passzolni tudok. Szerintem megnyertem. Passzolt. Elbukta. Minden lénen elvertük. 36-0-ra vertük el Dale-t. Megvan a 23. győzelem a 24-ből. Kaptunk egy új lapot is. Twin Brain-t. És ezzel mehetünk tovább. Nem túl boldog, szerintem. Ó, sosem láttam még őt ilyen boldognak. Biztos, hogy rohadt jó meccs volt. Árnyék, vér, királynő, boszorkány, mondja Dél. Van elég volt most már Dél. Más dolga is van az úriembernek, biztos vagy bennem. Köszönöm, hogy időt szántál arra, hogy játszottál vele. Aj, hát persze, nem önzetlenül történt. Ja, ez itt van ezzel a járó. Oké, okay. Na, akkor mehetünk tovább. Még egy kártyaparti van 37 méterre. És az a 24. Azzal fogjuk befejezni ezt a... Azzal fogjuk befejezni a kártyapartis őrületet, amit már 23 állomáson keresztül dédelgettünk. Hát akkor menjen is, persze. Várja, itt van egy... Talán lehet, hogy küldetést kapnánk. Azt mondom, látod, így el lehet szórakozni a játékban egy csomó minden. Ezoterikus titkai az öregeknek, az eldereknek. A csokobókkal kapcsolatos küldetés, ez nekem már megvan, ezt megcsináltam. Akkor új melléküldit nem kaptunk. Szevasz, vén hurka töltő, hogy vagy, mi a helyzet? A másik oldalon valamire szükségünk lesz. Hétszisz, mit csinálsz ideben? Cica, de ha rősz cica ikonja van. Másik oldalt meg kellene nézni valahogy. Na, lássuk. Felmegyünk, szerintem innen pont, nem? Meg kell találnunk a módját, hogy hogy jutunk át oda. Hát nem innen. Csábít az FF-ét, eredetit, hogy háromszor végigjátszottam, lehet megvárom, mi kijön végig. Hát most jó kérdés, hogy mi lesz a Square Enix-nél, mert a Rebirth, ez az epizód nem hozta annyira a számokat, meg volt egy másik játék, amit kettő is, aminek a fejlesztését le kellett állítaniuk, mert nem lesz elég pénzük rá. Szerintem többre számítottak, hogy az emberek jobban vásárolják majd ezt az epizódot. Őszintén megmondom, egyébként nem értem, hogy miért nem vásárolták annyira, amikor marhára rendben van a game. Ami nincs rendben ezzel a helyen. Úgy érted, hogy a Shinra Menorra? Vagy senki nem akarja ezt a rossz májú dumát hallani a saját szülőfalujában. De ez nem az én otthonom. Nem az, amiben felnőttem. Kíváncsi vagyok, hogy miért mentek keresztül ennek a helynek a
helyreállításában. Most erre gondolok. Amúgy csuhásoknak nevezni nem volt túl jó fejdalok tőlünk. Neveik is vannak, ezeket az embereket. Oké. Okay. Már nem mehetünk arra explorolni kell, ami két sziszt be nem fejezi a dolgokat. És akkor a kutyával elmélyítettük a viszonyainkat. Warningban vagyunk, ide nem mehetünk tovább. Barrettót még nem találtuk meg, azóta nem tudjuk, hogy merre van. De nem itt hátul. Sikátorban az is fix. Lehet, hogy bement a tavernbe. Ide nem mehetünk be. Szóval kérdéses, hogy mikor fog megjelenni majd. Új, itt van, fejlesztő, az nagyon kell. Nézzük az új skill pontokat, nézd meg, 25-35 pontokat kell elosztogatnunk. Úgyhogy ez nagy király lesz. A level 8-as fóliót kinyitottuk, a level 8-as képességeket is elérhetjük mostantól majd. Innen kellene tovább menni, vagy éppen innen? Felhőcske is red. 3 charge-os ATB gauge-re tesznek szert 2 helyet. Stagger dynamic-re nagyobb damage-et vihetsz be, az sem rossz. Limit gauge, charge rate, fentebb mehetne. Egyed még csak PS5-re jött ki, vagy rosszul tudom. Azt hiszem, hogy igen. Max HP növelés, és ugye erre mész. Felhőcske és Barretto, follow-up shotot nyomnak? Az jó, az kell. Ez mindenképpen kell nekünk. És ez 20 pontba került, és 5 ponton maradt összesen, nagyon kevés az. Biztos lehetsz benne, persze, hogyha PC-re is megjön, akkor majd azért rá lesz erre tolva, igen. Weapon level 6 kinyílt. Max HP az ott elérhetővé vált. Viszont arra még nem tudunk menni, mert még ez sincs meg. Physical damage 5%-kal csökken, amikor guardolsz. Energy regain. Defense 35 ponttal növeli, és max HP kelleni fog. Még 20 pontunk van, ez pont annyiba kerül. Barretto és két Sith. Barret két Sith használja a macskát arra a támogatásért, és egy range attackot visz be. De menő. Attack power boostot és stagger time extension-t, ez is nagyon jó. Csak kérdés, hogy hogy meccsapoljuk őket. Minden ATB gauge-ot elhasználsz, ez a live blood cannon? Ilyenünk még nem volt. És a fél HP-dat, hogy egy brutális lövést bevigyél. Ez kell. Ez mindenképpen kell. Ez nem valami ultimate ability. Nagyon király, mert a következő Aerith, nála mi van? Ő nem jutott ki, úgy látom, újabb dolgot. Synergy skill, synergy ability damage-et növelhetnél. És hogyha ide jönnék, akkor kutyával tudna valamit alkotni. Transzcendencia. Ahhoz, hogy ezt felvehessük, nem kéne újra alakítanom itt minden skillemet? Valószínűleg de kellene. Ward duráció. Aerith és Kaycee, Smuggle. Mágikus energiát kapna, range attackra mehetnél rá. Hát, ja de 25 pontom van, és ez is 20-ba kerül. Ki kell vennünk ilyen alapképességeket az aljáról, mert ugye lehet resetelni ezeket a kórokat, tehát amiket felvettünk az elején azok közül egy csomót, ha visszaadnék, akkor rámehetnénk erre a fő képességre. És nézd, ez level 3 Limit Break, Rising Fury. Megtölti az összes party memberek a Limit Break gauge-ét, tehát ez rohadt jó. Fú. Ez nem semmi, akkor megérni áttalentelni. Na szerintem erre időt fogok szánni majd offline, hogy mindenkinek átadjam, vagy mindenkinek levegyem azokat a meglévő képességeit, amik nem kellenek, és azokat a pontokat átalakíthassuk majd. Ez itt... kicsoda ez Tifa. Tifa és Yuffie nyomulnak együtt. És ha erről mész, itt mik vannak? Trinity Strike, megnyomod a négyzetet jó időben. 3 brutális támadást viszel be. Ez is rohadt jó. De ahhoz az kellene, hogy előbb erre menjünk a crit hit rate-re. Vagy... Nem, ez két szit. Ide menjünk. A critical hit az nagyon király. Menjünk tovább. Ez red, aki kinyitotta a level 6-ot. Már is. Red és két szit tudna együttműködni. Neki nincs ultimate ability-e? Vagy csak még nincs megnyitva? Aha. Tifa és red, az sem rossz. Stagger time, attack power boost, az jó. 50 pontja van a kutyánknak, az igen. Detrimentál státusz effektek 30%-os időcsökkenése. Vengeance gauge feltöltődik revive után. Erre megyünk. És mi az ultimate? Az ott van jobbra. Megtaláltam. Behívod a bolygó erejét, hogy segítsen, és halálos karmokkal karmolod össze az enemit, de menő ez is. 25 pont van, itt még Yuffie-nál.
a level 6-ot nyitottuk meg, tandemben mozdulnak két sisszel. ATB gauge 500-a történik weapon ability-t használtakor. Phase status effektet nyomsz, amikor lopsz egyet valakitől? Nem. Eris és Yuffie. Milyen van neki amúgy? Powerful ninjutsuval, hát egy kicsit szétcsicskítod az enemit. Ezt is meg kell szereznünk majd. Akkor tök mindegy, mit rakok most be igazából. Akkor menjünk így. Két sisznek is vannak még képességei. Neki mi lenne a fullozott? Lucky slots. Júj, nem mondod, hogy egy ilyen izé, félkarú rablóban három ugyanolyat kell görgetned. És akkor valami tök király dolog történik. Giga Magic Mockbox. Egy hatalmas nagy doboz. Mindenféle trükkel benne. Az enemire lesz hajítva. És akkor majd megtudod, hogy mi van benne. Wow. Ha, ez is nagyon tetszik, ez is tök jó. Hát jó. Ezek ugye weaponokhoz is kötődnek, tehát eléggé érdekes a rendszered, és ugye 6-7 karaktered van, amikre ezeket a dolgokat unlockolnod kell. Tehát mindenkinek más a talentfája, és más képességekkel bír. Ez 15-be kerül, az meg 20-ba. Tifa és Katesis együtt dolgozása. Itt pedig Red és Katesis. Cica és kutya egy csatában, az is vicci lehet. És hogyha jössz erre, akkor majd ott kinyitsz egy csomó minden más. Jó, mehetünk. Itt laktál nem régen, nem? Nem bánnánk, hogyha nem okoznál semmi problémát, mondja. Az igen. Már itt lehet vásárolni, 80 ezer zsetonunk van. Egy új fegyvert esetleg? Ilyenem nincs Katesis számára. Fú, ez nagyon táp. Ez a Garm Bangle. Én lehet, hogy veszek egy ilyet, meg van még egy Varvados bracelet is. Ez is jobb, mint ami nálunk van. Ezt a hármat én most megveszem. És majd akkor gírálnunk is kell a karaktereinket, ne felejtsük el. Van-e itt lent még valami, ami érdekes lehet? Már csak a sold out dolgok vannak. Aha, Queen's Blood pakkok és egyebek. Viszont ebben vannak még kártyák. Miért ne venném meg? 500-ért ez semmi pénz. Hetben nem kell. Na, megvagyunk, ez így jó lesz. A gírt azt mindenkinél meg kell változtatni, és a feltett matériákat is. Ott van benn Barrettó? Benn van a Nidogban. A Nidhogban. Hoppá, és ott látjuk, ahogy éppen mi mentünk fel? Vagy az Zack volt? Mindenhol ott vannak, amerre csak nézel. Nem mondod, hogy csak úgy a saját maguk érdekében jöttek ide, így hirtelen kedvet kaptak meg ilyenek. Persze, hogy nem. Ez a Shinrának a keze van ebben a dologban. Először felépítenek egy teljes várost, mert az tetszik nekik. Hogy lerombolnak. Utána meg egy kamu várost építenek a helyére. Nem hagyhatjuk, hogy meglógjanak ezzel a szarral. Tudni akarom, hogy miért rakták ide a csuhásokat. Ez nem a jó válasz volt. Fogalmam nincs, de biztos, hogy semmi jó. Nem tudom, hogy mi történt itt 5 évvel ezelőtt, de miattad és Tifa miatt vagyok én itt, akármire is szükségetek van. Csak szóljatok és lelépünk, oké? Okay. Szobát szeretnénk-e esetleg? Pihenhetünk egyet? Miért is ne? Ezzel most visszaállítottunk mindenkinek minden egyes pontját. Menjünk felfelé, itt folytatódik a főküldetés. Na, ide bent mi lesz? Vannak itt barátaid, akiket szeretnél meglátogatni, talán egy barátnő? Már erről van szó. Lefogadom, hogy haldokolsz, hogy hallj az én barátnőmről. Micsoda, hogy nem érdekel? Nem, mert ezért elmondom. Ezek? Ő nagyon csinos ám. Nem, gyönyörű.
Igazából attól függ, honnan nézed. Midgárból származik? Igen, igen, ilyen kis városi lány. Akinek jó a közelében lenni. Zack! Zack Fair. Most Gonga Gából? Ott áll odáig volt Erisért. Együtt küzdöttünk katonákként. Most döbbenek erre rá? Nem emlékeztem rá esetleg? Itt voltunk 5 évvel ezelőtt. Velem jött ide küldetésre. Én azt hittem, hogy Felhő emlékszik erre. Vagy rá. Hiszen, hogyha minden igaz, akkor ő volt a kiképzője talán. Hol lehetsz és mi történt veled? Jó. Rá kell néznünk Kate Sis-re. Rá kell néznünk, mit csinál. Itt van egy szép aranyláda. Mist Mega Potion-t kaptunk belőle. Nem teljesen vágom, hogy Felhővel most mi a fene van. Furcsának találom ezt, hogy mind végig nem is emlékezett. Csak nekem nem esett le, hogy ő nem vágja. El se hiszem, mondja Kate Sis. Mi van? Nem kellett volna túl szép, hogy igaz legyen. A limitált hozzáférésem van a konzolból. Ez azt jelenti, hogy az nem elég, ugye? Nem, de nem veszett el minden. Elnézést, jó uram. De olyan kedves, hogy... beengedem minket a Shinra Manorba. Hát, van arra felhatalmazásotok, mondja. Csak a WC-t akarnám használni. Akárhogy is legyen, nem engedhetlek be én magam. Főnökömet kell megkérdezned. Oké, találkozunk vele. Murasaki, fent van a reaktornál. Jelenleg egy ilyen felülvizsgálatot végez a vállalat számára. Holnap után jönne vissza. Aha, értető. Hát nem engedhetjük meg magunknak, hogy itt szarakodjunk. Akkor menjünk oda hozzá. Kösz a segítséget, haver, és a cica elszelelt. Oda most bemehetnék esetleg kártyázni? Még egy utolsót, ha már itt vagyunk. Bizonyám. Te Shinra katona? Őt fogjuk elverni. Lehet, hogy ő csak a Shinrának alapjait használja majd. Miért te nem vagy kártyajátékos, ugye? Szükségtelen letagadnod. Azért lustálkodsz itt, mert Queen's Blood-ot akarsz játszani. Vagy társ, én nem fogom elmondani. Senkinek. Az én nevem Turner. Kapja be a munka. Én csak játszani akarok. Oké. Jó, készüljünk. Jó, mehet. Mehet a meccs, a 24. meccs, és akkor utána, talán ez az utolsó meccsünk a kártyajátékok közül. Nem fogunk átalakítani megint a decken semmit. A meglévő paklinkkal döngöljük be a földbe, a sárba. Ja, nézzük a mandragóra jó kezdés, az emzelet nem szar, hogy a kezünkben van, a titán is jó, hogy nálam van. Kaktuárral is lehetne nyomulni. De akkor a középső slotból kellene mennünk mandragórával. Ez túl sok lap egyszerre így, ami... Nem ezt a gombot akartam megnyomni a fenébe, véletlenül elkezdtem, le akartam volna azt ott váltani. Kezdjünk akkor mandragórával. Kaktuár is abban a pozícióban erős, mert ott lejjebb kell mennünk vele. Titánt fogunk lerakni oda. Középre, ő középről indított. Azzal van egy 3-as pozíciónk, meg egy 2-es. Azt a 2-es pozíciót kaktuárral 3-asra tolhatjuk fel majd mindjárt. Ha lentebb erősítünk, megérkezik az ógra is. Aha. Hát. Viszont nagyon nyomulni fog szerintem midlénen. Kár, hogy nem az érkezett meg az a lap, amit szerettem volna. Így talán jó lehet, hogy oda raktunk egy lapot. A mandragóra minion felfele is előre vesz. Viszont a déli lénen akkor nem leszünk jók az emzelettel. Mit csináljunk itt? Hátra tápoljunk és szerezzünk egy csomó lént. Hát és akkor mivel menjünk be középre majd? A Ranger, az most pont nem jó ide, azzal kellett ma kezdeni. Nem baj, kezdjünk ezzel, csináljuk meg. Amúgy is kellene ott a top lokáción egy 3 értékű C2, a Crystalline Crab-bel nyomathatunk előre. Most viszont át kell, hogy vegyem itt a... aha, azt a pozíciót magunknak. Szerintem azt meg kell, hogy szerezzem. Kaktuárral nyomuljunk. Hát szívassuk meg, és alulról a Rangerrel szerezzünk meg mindent. Hát persze, ez jó lesz.
és sajnos ott azért egy kicsit beaprított. A Dragonnel lehetne írtani, és azt ki is szednéd onnan. Csak hogy akkor alulra nem tudsz benyomulni. Jobbra fel pedig nem tudok, semmilyen lapom nincs, ami azt megszerezni ezt a pozitonnan. Nincs olyan semmi? Nem, nincs. Jó, nem baj, pusztítjuk el a lapját onnan, vegyük el a helyét. Onnan majd még tudok vicceskedni esetleg egy kaktuárral. Beraktak az épületet, nem vett el magának pozíciót. Itt van Grand Horn. Ezt majd váltani fogjuk a végén. Egyőre pontszámokban jobban állunk, bár az a 7-es ott középen az nem tetszik nekem. Flapparvájára, hogyha elpusztítom, akkor egyet leveszek pontban. Nem, kaktuárral esetleg nem. Andragora Minion nem. Viszont Krab az ebben a poziban jó lenne. Olyan kellene viszont inkább ide, ami más tekintetben erősít. És hogyha ezt raknám ide fel, akkor ez csak egy pontot érne. És hogyha így csinálod, akkor onnan leveszel egy pontot, ott viszont felraksz 3-at. Nézzük meg. Ott még rendhornolni is lehet. Ez még jónak néz ki. Nézzük Chocobo és Moogle ide. Grand Horn majd még bekerül szintem középre. Vigard Stormer még mindig nem jött meg. Most jött meg. Az kerül akkor felülre majd. Eddig szuper. Szerintem megnyerjük. Eddig nem jó kézzel indítottuk el. Ezt az én lapomat vette le onnan az a mocsot? Az nem semmi. Egy Mind Flayert kellett volna leraknom, de hát most már tök mindegy. Grand Horn-nal még lehetne szivatni őt. Szerintem egy lényt adunk neki középen, és a többi az pedig az enyém lesz. Ha leváltanám, akkor Midgard Stormer szintje 3 pontot nőhetne. Akárhova is raknám, ha ide tenném. 14 pont lenne felül. Az alsó felsőt nyerjük, a középsővel nem lesz neki elég pontja. Nem akarunk innen lentebb venni. Éppen azért, hogy akkor mindenhol összefossuk magunkat. Én ezt ide lerakom. 3-at rakok a 3-ra? Ja, de akkor a középső lénen nyerünk 3 pontot. És ez a 3 esetleg nem jó. Érdekes, hogy ez itt úgy tápol mindent. Na várjál, ide. Ez lesz a jó. Aha, mert ez amúgy csicskalap. Ez jó lesz. 16 a top lénen. 17-re változott, a középső az 8-as. Váltogatja még a lapjait, de már mindegy neki. Szerintem megnyertem. 30-12-re. Így is van. Melő! Ez volt a 24. kártyaparti, amit megnyertünk. Ezt mondja, a Power 2-vel tolja fel minden egyes környéken lévő lapnak abban az átló irányban. Ez is egy marhára jó kártya. Ez nem semmi volt, mondja. Nem mondottam, hogy ilyen könnyen legyőzöl. Ott is van. Vérmárki, 9. szint. De időben arra költöttem, vagy töltöttem el, hogy 15 percet játszak. Látom, hogy nincs is neked munkád. Állam életed van. De egy semmi dolgom nincs. Nagyobb hal vagy. Jó, oké. Remélem, lesz majd még esélyünk játszani egyszer. Cseddi már is hív minket, hogy megnyertük a kártyapartit. Gratulálok! Vérmárki lettél. Nemrég kaptam egy levelet, ami neked szól. Az áll benne, hogy várok rád a Gold Saucer Hotelben. Ajaj. Lehet, hogy arra invitálnak, hogy Queen's Bloodot játsz velük? Ez komoly. Oda akkor mindenképpen el kell, hogy menjünk. Mindenképp meg kellene nézni. De hát innen csak úgy mehetünk oda, hogyha repülővel felszállunk. Lead Rail? Várjál, most Nibelheimben van egy Lead Rail nevű fickó, aki level 8-as és le kellene vernünk őt. Hol lehet ő? Eddig nem jelentkezett, nem jelent meg sehol. Itt kellene a fotót elkészíteni. Na jó, ezt majd még fel fogják fedni ezek szerint. Menjünk tovább a főküldetés vonalon. A csapatunk már ott vár ránk a lépcsőnél, megyünk a reaktor irányába. Mentek a reaktorhoz? Kérdezi Yuffie. Nem volt szerencsére a Town Hall-ban akkor ezek szerint, ugye? Meg kell szereznünk egy kulcskártyát. Egy Murasaki nevű fickónál van, de éppen a reaktort nézi. Oké, hát akkor szükséged lesz egy ninjára.
Meg rám is megy a Tifa. Tifa? Biztosak vagytok benne? Kérdezz meg valakit a környéken, én vagyok itt a legjobb. Na, ezt már hallottuk tőle egyszer. Hol lesztek? Igen, csak túrázunk, megszerzünk egy keycardot, mennyire lehet ez kemény. Ellesztek egy ideig. Biztos, hogy nem akarsz semmit elintézni. Zellát lányt, neked kell megszerezni, jó. Mész a makóreaktorba? Hát mehetünk, gondolom, persze. Main szenárión tovább. Ja, más döntés itt már nincs. Lett egy új híd, ami majd egy kicsit lerövidíti az utat. Jó terv, akkor menjünk a reaktor felé. Csak később lesz ezek szerint itt a Ibelheimban a maradék cuccoknak a megszerzése. Az a 4 darab, ami még a térképen van. Azt majd csak akkor tudjuk majd megcsinálni. Össze-vissza lecsatlakozom a chatról. Lehet, hogy írtok közben és nem is látok semmit egyáltalán. Itt vagyunk már a Shinra vállalatnak az épületében, a 70. emeleten. Itt van Heidegger. Ha, szóval, hogy a Nibelheimi Survey Team most szólt nekünk, hogy megtámadták őket. A Wutai? Így van. Úgyhogy el is kezdő, kezdetét is veszi. Micsoda? Ezek valamire számítottak, valamit ki akarnak robbantani azáltal a támadás által. Siessetek már! Az új hidat? Aha, igen, az új hidat meg kell nézni. Nézzük csak. És itt van a reaktor. Aha. Neki feszültem, figyel, meg alszik. Ja. Én így el vagyok chillben, figyelj, 2:45. Semmi extra dolog nem történik. Ez egy olyan epizód, amikor egyszerre megyünk egy kicsit előre a fősztorival. A következő epizód az szerintem leginkább a fősztorira fog majd rámenni a végigjátszásunkból. Egyszerre megyünk a fősztorival, de leginkább szerintem a mellék dolgok teljesítése. Hoppá, kis csávó itt nyomul. Menjünk, segítsünk neki helyreállítani az otthonát. Azt hiszem leülni nem kell, mert otthon ugye pihentünk. Mármint, hogy a otthon, hát most már nem igazán a mi otthonunk az. És hogyha ez megvan, ez a Chocobo Stop, akkor már ebből a mai 3-ból megvehetnénk az utolsó Gear Piece-t a Chocobunkra. Viszont arra is kell menni. De akkor mi van itt? Szerintem itt még lesz egy mellékküldetés, amit teljesítenünk kell később. Enemik laknak. Hát itt Chocobo háton kellene lennem és keresgélnem kéne dolgokat. Ott van a Cosmotite és a Moonstone, mind a kettő kelleni fog nekünk a Transmutation-höz. Azt a Moonstone-ból ráadásul 4 darab kellett, hogyha az előbb figyeltem volna. Még általában ilyen, nem tudom, epizódonként egyszer szoktunk, vagy két epizódonként egyszer a craftingre ránézni. És ne felejtsük el, hogy a gear-t is le kellett volna váltani, meg új fegyvereket adni egy-két karakterünknek, az nem ártott volna, hogyha időt szántam volna rá, ráadásul. Ne felejtsük el még azt sem, hogy van egy újabb szummonálható jóisten. Csak először le kellene győznünk a... Ide beengednek? Le kellene őt győznünk a Combat Simulatorban, hogy elérhetővé váljon. Jó, ezeket összeszedtük minden esetre, mehetünk már is. Ezek kicsodák. Ezeket nem felvettem az előbb. Ilyen bolygó áldása, akármi is lehet az. Nem akarunk itt küzdeni senkivel. Másik irányban 240 méterre van a főküldetés. De hívhatnánk a csokobónkat valahonnan. Random előugrott valahonnan a bozótosból. Tukira kapnánk valami jó rewardot, hogyha összeszednénk az összes izét a térképen. Hopp, itt van valami. Ezeket a nem tudom milyen sárga növényeket, amik szállnak. Nézd ki, hogy erre valamit keresünk. Mögöttünk. Aj, hát pont itt van az orrom előtt. Na hát... Na ez mi lesz? Emerald. Én Mugen Medálnak örülnék most a legjobban, hogy Yuffie-nak még egy-kettő képességét emelhessük. Át tudok itt szállni? Aha. Szóval ott van az az új híd, 59 méter, ha már látom.
egyszerre lootolunk, amikor csokobó háton vagyunk. Nem kell nyomogatni a gombot, hanem tökül ilyen kényelmesre van megcsinálva. Is ilyen quality of life dolog, hogy instant összeszed mindent a környékről. De nézzük ezt az új hidat, mi a fene lehet ez? Ez régen állítólag nem volt itt, és ezzel lett felgyorsítva az út. A Makó reaktorhoz, odabent pedig biztos, hogy durva dolgok fognak történni. Mi ez a láda? Crystal Gloves. Ez egy új fegyver. Ifa számára. Az ott mi lesz? Ez volt az, amikor Tifa beleesett a vízbe. Meg Zack is. Jönnek vissza az emlékek azért. És már a sors kezében van. Sephiroth nem volt ott túl jó arc. Mi van? Kérdezi Tifa. Emlékszem, hogy mi történt itt. Történt Zackkel? Lehet, hogy Tifának jobb az emlékező képessége, mint nekünk. Összeomlott a híd és lezuhant. Elvitte az ár. Szerintem halott. Sosem felejtetted el, ugye? Ezért viselkedtél olyan furcsán. Nem akartalak felidegesíteni, ez minden. Zack a barátom volt. Hogy felejthette el csak úgy. Degradáció. Egyre jobban kiüresít. Apránként. Évetsz. Emlékeztél a felhő. De rendben lesz. De rendes. Úgy lesz, tudom. Köszi. Szólnunk kell Aerisnek erről. Megérdemlél tudja, hogy mi történt. Igen. Igen, de hadd csináljam inkább én. Miért? Mert mi ketten közel vagyunk, tudod, egymáshoz. Na, befejeztétek már? Jaja, megyünk már is. Kéne nézni ezt az új kristálykesztyűt. Ezt most egyre tartsuk magunk közt, oké? Nézzük csak azt a... Várjál. Talán a combat settings már van benne? Nem, itt a party layout, material és equipment. Tifa. Kaiser Knuckles helyére. Hát neki... Őt gyakorlatilag soha nem használtuk rendesen. Látod pedig milyen menő fegyverei vannak. Star Shower, Chi Trap, Unfettered Fury. Ez lesz a legújabb, ugye? Ebbe fér bele a legtöbb dolog. Hát ja, csak ugye jelenleg összekötve vannak ezek a dolgok, meg az Overpowered még nem maxoltuk ki. Viszont erre most jó esélyünk lenne. Halló, Petek, miután használod a Weapon Ability-t. Levegőben is használta az Overpower. Jó. Szerintem ezt kimaxoljuk, mielőtt leváltanánk ezt a fegyóját. Balra van a mentőpont és minden királyság. Jobbra pedig mobokat látok. Tehát, hogy le is kell mennünk amúgy onnan, nem kizárt, hogy oda lootot tett. Ott van a loot. Majd a mentésre ott lemegyünk a lootért. Elixír, na az biztos, hogy valami jó cucc. Nem lepődnék meg, hogyha valamilyen olyan hatás lenne, hogy mindent is visszaállít. Harc közben biztos vagy benne, hogy ez jól jönne nekünk. Az elkövetkezendőkre szerintem mindenképpen rá kell gyúrnunk a csapattal, mert ha jön az endgame és a végső fightok, akkor erősnek kell majd lennünk. Itt lehet valamit vásárolni, ami akcióban van, egy Mega Potion. 2 darab is van benne? Igaz, hogy van 86 darab nálam, de kit érdekel.
egész végig mindent craftingoltunk. Annyi mindent felfedeztünk a térképen, nem volt szükség arra, hogy pénzt költsünk, és így emiatt tele van az inventorink, meg tárgyakat nem, amúgy is ATB-t nem arra használtuk. Nagyon ritka volt, hogyha tárgyakat használtunk el csata közben. Viszek, hogy kinyírák. Ennyi egy ilyen. Szép! Ezt nem sikerült kivédenem. Ez mellé ment. Viszont jó volt a kitérés, nagyon. Királyság, királyság. Na most, szerintem a mentést ezt megcsináltuk, ugye? A mobok már nincsenek itt, legközelebb nem kell őket elverni. Ez csak a pihenés és helyreállítás. Lehet, hogy manuálisan ment a szép, persze. Manuális és autószép. Ennél a spotnál lehet, hogy megérni, hogy... Ja, meg Tifának kell húzni a képességét, el ne felejtsük. Megérni ide egy mentést tenni, hiszen befelé megyünk a reaktorba. Innen pedig lehet, hogy felgyorsulnak esetleg az események is a játékban, mert ugye már a vége fele járunk. Még lesz belőle egy-két fejezet, nem az? Meg biztos lesz majd 2 órás átvezető videó. Hallgatom ezen a helyen, mondja Yuffi. Ez a milyen elemik? Filmbrainek. Szóval Tifa. Nem mondod, oké. És még rá is mászol, és feltölti a HP-ját. Mert az overpower. Remélem, hogy ettől nőtt a képesség. Szint, vagy hogy mondjam. Na, hamar elhaláloztak ezek, ott van a Moogle medál rögtön. Nem volt lehetőségünk kimaxolni. Fight közben meg ugye nem nagyon váltogatsz fegyvereket, meg ilyeneket. Ide már lehet, hogy úgy kellett volna bejönni, hogy nálunk van a legtápabb Summon Géza. Tudod, az előző epizód végén megküzdöttünk vele 2-szer és földbe döngölt, annyira kemény volt. Persze ott is, hogyha úgy állítod össze a materiákat, meg mindent, tudod, ez ilyen tipikus, ilyen pepecselős téma. Oké, okay, persze van egy működőképes buildet, mehetsz előre vele. Csinálhatod a kedved szerint, és haladsz is. De ahhoz, hogy kimaxold a dolgokat, ahhoz értened kell a buildet, meg a különböző dolgokat, materiákat, amiket felhasználhatnál meg. Ja, hogy itt kell átmenni. Hát, hogy tudnod kell, hogy mikor, mit kell használnod. És vannak olyan szituk, amikor tényleg igény van rá. Nem jó, hát visszafele jöttem, barátom. 120 méter nyugat felé. Elméletileg ott le kell menni akkor. Izvan Spectral, mit nyomsz? Ment a kemény... Kemény hangzások? Várjál. Ez erre... arra is nem ettem volna, csak meg akarom nézni, hát ha van megint valami láda. Esetleg a Yuffinak valami új fegyver, vagy ilyesmi. Itt van valami lila matéria, hogyha jól látom. Ez egy ilyen természetes makó képződmény. Makó no izumida. Egy makó forrás. És itt emlékszünk Sephirothra. Az egész matériából áll. Wow, sokkal nagyobb, mondja Tifa, that's what she said. Tennen no materia da. Természetesen formálódott. És nézd, milyen hatalmas. Lenyűgöző. Öröki valóságig tartatott, hogy a makó energia így kondenzálódhasson. Hé, el kéne mennünk innen. Rosszul vagyok ettől a rengeteg makótól. Ja, én is. Valami gáz van. Csak valamit érzékeltek. Valamit nem akarnak, hogy felhő valamire rájöjjön? Ahogy így az emlékeiben turkál. Orb of HP, MP, HP-ból tudnál MP-t összeállítani magadnak? Hát ez leginkább a... Harrisnek lenne amúgy jó, hogy át tudja váltani. Hiszen ő az a caster a csapatban, akinek mindig folyamatos mana utánpótlásra van szüksége.
akkor nem feltétlenül küzdök meg, hanem te igen. De igen, mert az homicide, meg tifa, meg minden, ugye. 2000-et ütött oda? De hát az abnormálisan rengeteg. Jézusom! Kimestereltük a overpower matériát, akkor mostantól kezdve ez rajtunk marad mindig, és Tifa így most át tudja venni az újabb fegyverét, amitől erősebb is lehetne. Sealed Gloves, Reverse Gale, ez mit csinál? Enemy weakness-t kell kihasználnod. Az attackod 48-al kevesebb, az nem tetszik. Érdekes módon a Magic attackot tápolja meg rögtön a Crystal Gloves. És a Tiger Fangs, az is 65-tel kisebbet ver oda. Ez a Kaiser Knuckles, ez volt eddig a legdurvibb. Ja, de mondjuk az is benne van, hogy növelve van a különböző cuccokon keresztül az ereje. Aha, tehát a fejlesztés benne van szerintem. Hát, mehetnénk sorban is. Utána a Weapon Ability-t használt, a Star Shower-t, utána be kell nyomni egy offenzív támadást. Hát, ja, vágom. És egyébként ez... Amennyire kevés a matéria, slotja, ahhoz képest annyival több az ereje, furcsa. Menjen ez a Crystal Gloves, és akkor... Hogyha itt a matériát állítjuk be, akkor nézzük, hogy mit teszünk ide. Attack power-t mindenképpen tolnunk kell rajta. Opening ATB bónusz, nem rossz, Limit Break Gauge. Advanced Techniques. Hiszen a sebétig 15%-kal többet vernek, nagyon jó. Enhanced Elements. Elementál matériák damagéja megnő. Max MP nem kell, de hát még ez Opening ATB az jó lenne. Na jó. Nézzük ezt az Enhanced Elements-t. És most ugye a Level Boost az nincs összepakolva az itemmel. Poison és Ice egymás mellett. Micsoda feleslegesség ez. Ezt kérem, rakjuk át máshová. Ki kell, hogy vegyem. Poison és az Ice az ne legyen összekötve. Akkor már inkább az Item Economizer legyen a Level Boost-tal, de ez is olyan, hogy maximum van jelenleg, tehát nem kell Level Boost-olnod. Volt egy Ice-unk, ami jeges, meg, vagyis hogy egy, ami maxos, meg volt egy Poison. Érdekes. Égispelleket használhatsz a komettel? Még ez is tök menő. És azt, hogyha összekötném valamivel, mondjuk a level up-pal, az nem is rossz. Akkor tegyünk be ide egy Poison-t, így. Ide pedig tegyük be ezt a... mennyi materiált szedtünk össze. Ezt a kometet. Amúgy lehetne petrifyolni is, nézd csak Quake. Quake era? Uaga? És ezzel kővé varázsolt az elemét, de menő. Kometet rakjunk be ide, vegyük ki a level boostot, és tegyük be a level boostot a másikba. És akkor a komet az most magasabb szinten fog tudni majd nyomulni. Ebből a kettő is van. Item Economizer, használhatsz itemeket anélkül, hogy ATB-t használnál. Miután bizonyos számú akciót véghez viszel? Automatikusan triggerel a harc során, de jó. És akkor így most ez ki van maxolva, level 2-es. Kometeort is behívhatsz, de menő. És ugye fel van erősítve a Enhanced lőrületnek köszönhetően. Mi ez a Subversion? Breach? Ellenállsz az instant halálnak? Subversion-nel? És a Breach az mit csinál? Kemény cicázások? Empowerment, Bravery és Faith. Fizikális Magic Attack, Strengthening Spellek. Warding materiával rakod össze, akkor meg fizikális egyéb védelmek. Disempowerment, Debrave. Ez lecsökkenti az enemynek az erejét. Enerváció. Ezáltal használhatsz Magic Defense és Physical Defense csökkentő varázslatokat is. Magnify, ez mit csinál? Távolabbra nyomod a spelleket, hogyha ezzel rakod össze, ez is tök jó szinergia. Hogyha linkelsz valamit, a vezetőd támadása, hogyha elnyomsz valamit, akkor a linkelt matériát ő is elkasztolja egyből. Ez mennyire jó? Fú, hát nagyon össze-vissza lehet ezt így durvítani, én azonban azt mondanám, hogy akkor menjen ez a... Mit is láttunk itt? Empowerment? Na, olyan kell, ami lecsökkenti az eleminek a... Mi ez a fortifikáció? Ja, hogy magadra nyomod az erősítést a defense-re, ez pedig lecsökkenti. Jó, ez lesz ide téve. Ez az HP up... nincs ennek egy jobb dolga? Várjál a Crocodile Bracelet helyére. Utira csináltunk már olyat, ami jobb lenne minden szloton.
Például a... Aha, ez használatban van, várjál. Spirit Bound, ott a Magic Defense lejjebb megy, de több materiát vagy képes használni. Erről beszéltem ugye, hogy itt muszáj egy idő után átállítanod a dolgaid. 16-tal nagyobb defense... Oh, na ez kell Tifának, ez király. És akkor mi van benne összekötve, nézzük? Autókaszt matéria csakrára, az menő. Az HP up van ott még a Precision Defense Focus matériával kötve. Ez felesleges, hogy kötve legyen. Az ide lesz téve inkább. Precision Defense, az jó helyen van. És akkor az HP up 30%-kal tolja akár a HP-t. És mi lenne, hogyha ezt úgy csinálnánk meg, hogy itt rakok egy level boostot. Jó látni, hogy mennyire értek a játékot. Dehogy értek hozzá. Nem, hát az nagyon erős túlzás volna. Csak kapirgálom a felszínt. És most a linket matériának látod? 25%-ra toltuk fel a HP mennyiséget. Hát nem mindegy, hogy 4700 vagy 5200-od van. Jó, ez király. Király módosításokat vittünk véghez Tifára. Ez a Wrist Guard, ez mit csinál? STR, tehát erő 10%-kal történő növelése, meg 500 HP. És hogyha most levenném az 500 HP-t, akkor a linkelt matéria 5%-a jönne le, ugye? Tehát ugyanott tartanánk, cserébe tudnék esetleg nagyobb damage-et bevinni még a 10%-on felül is. Immunitást ad az instant halálra, a stone-ra és a petrify-ra a safety bit. Poison, sleep immunitás, slow and stop. Azt mondja, max MP, magic power, silence immunitás. Ezek mik? Vitalitás és spirit növelése. És a slow-ra és az instant halálra is immunitást ad. Ha ezt megnézed, ez a magic és a defense-re 30 ponttal többet tol. Az attackunk egy kicsit lejjebb esne, de ez marha jó, hogy a védelmet ilyen mértékben tolja fel. Ezt berakom ide, persze. Jó, és akkor legalább Tifa nem tud instant meghalni. Úgy érzem, hogy most ezeken a módosításokkal Tifát sokkal erősebbé tettük, mint bárki mást a csapatban. Ezt meg kell csinálnunk felhőn is, és Yuffie-n is szerintem. Muszáj lenne, mielőtt itt tovább mennénk. Ráadásul ugye a... Ezt meg sem néztük, hogy Tifának mit kell alkalmaznia. Csak pislogsz? Hát bocsássatok meg, hogy... Hát ezt magyaráztam, látod, hogy nagyon mély harcrendszere van ennek a játéknak, és úgy tudod összeállítani a saját elképzeléseid szerint, ahogy csak szeretnéd. Nagyon-nagyon jó Tifán. Tifára átmenni. Nézzük az abilities-t. Unfettered Fury. Increase Stagger. Ez jó. A Shansi bónusz megérkezett. Nyomjunk el még egy ilyet. Ott is van megint a Shansi bónusz. És nyomjuk el még egyszer. Ennyi volt, ki mesterelt az új fegyver. Három mob és felhőcske szintet is lépett. Három mobon kimaxoltuk az új fegyverünket. Beszarsz. Még jó barátnő, barátom is nagyon imádta a Final Fantasy-ket, őt néztem annó sokat. Na, és miért hagyta abba, vagy mi? Vagy IRL nézted, hogy így egymás mellé leültetek és játszottatok? Én nagyon kedvelem ezt a játékot tényleg, tehát ez nekem olyan, hogy én leülnék két napon keresztül ezzel játszani, most már be is fejeznénk a történetet. Csak hát ugye mindig van más, populárisabb, meg ilyenek. Ennek a fináléja viszont biztos, hogy benne olyan mocskos új jó lesz, hanem piszok jó lesz, hogy nem igaz. De amikor beüt, akkor nagyon be fog ütni. Keresünk inkább egy másik utat. Miért a Sekiro itt átmenne lazán? Mert nem kell aggódni, már találtam is egyet, mondja Yuffie. És akkor kötélen kell átlendülni. Egy kicsit többet kell mászni, de hey. Várjál. Vagy fel akar mászni? Én azt hittem, hogy lengedezni akarunk. Nem. Aha, tényleg felfelé megyünk, körbe megyünk. Így értette a climbingot, hogy nem tarzanozunk, hanem körbe megyünk. Mekkora állat van itt? Hát a környék ilyen vadállatait már megverdestük, úgyhogy nem kéne, hogy gondot jelentse ő sem. Gyerünk, Tifa, nyomod! Ki kellene próbálni ezt a kometet, erre nagyon kíváncsi vagyok. Spells és Kometeor 37 MP-be kerül, rengetegbe, nézzük már meg! Mi fog történni?
az igen. Várod, hogy berepültek a meteorok? Beszarsz. Hát jaj, csak hát ez pont neki ugye nem teljesen jó. Nemünk egy ilyen unfettered fury. Nagyokat kapunk, sajnos nincs csak így lejön a csapatban. Jufi is kapja nagyon. Az a stagger. Jó vagy, Jufi. Hát az ability is. Windstorm. Miért ne? Most? Mert ő is nyomja, Favor. Jó, és most megyünk tovább. Most Tifa nem tudja eltrálni, mert ott a levegőben ment a stagger, bebugolt. Nem, le kellett volna zuhania a földre, ugye? A számon az megérkezik, Tifának nagyon kevés a HP-ja, tornádot kasztol, és rögtön 600-at kap Tifa. Tifa nem tudná esetleg sakrázni egyet, mert az a HP-dat visszaállítja. Rögtön visszakaptunk 1800 életpontot, tehát nagyon király. Ott a Crusher, menjen még egy csakra. Ott van még egy ezres, szükség van erre. Megint leesett 700, azt mondja. Jufi következik, Jufi is belemegy a balhéba. Jufi annyira össze fog esni magát, hogy összefossa magát kb. Csokoba is nyugodni nem kell. Van-e olyan spellem, ami gyógyít? Nem, nincs. Hát akkor használjunk egy egyszerű fire, tirát, zúra olyan. Mert ki szépen gyönyörű. Jó, itt tanultunk egyet mást ebből a harcból is. Climbing többféle jelentése, hát ja. Itt láttam, hogy viszont ha... Ujjaj. Aztán nem kéne egyet mást, itemeket, hogy helyre rázzuk a csapatunkat. Nem akarok mindennel megküzdeni feleslegesen. Ha ennyire egyszerű volt viszont a fegyvert feltápolni, lehet, hogy jobban jártunk volna, hogyha van lent valami? Nem, onnan jöttünk csupán fel. Jobban jártunk volna talán, hogyha a másik fegyvereket is feltápoltuk volna gyorsan egy ilyen kombat során. Ezek viszont erősnek tűnnek, úgyhogy most lesz az, amikor az Upgrade Weapons Inventory, Inventory-ból feltöltjük magunkat, items. HP-t mindenképpen adunk be. Főleg Yuffie-nak, mert ő van nagyon szarul. Mega Potion-ből van nám rengeteg. Ide is megy egy, meg ide is megy egy. Ennyivel már meg lehet ránk kezdeni. Nincs a csapatban healer jelenleg. Ehet. Jó volt az immunitás. Az, hogy a védekezés. Mert attól hasra esnek, úgy tűnik. Hát a pressure. Na még egyet. Jóvarral. Megérkezik a stagger kritikán, hit nagyon szép. Földreverés. Menjen még egy Braver. Nagyon szép pressure-ben. Stagger-ben. Ott a vége. Tifa is level up-olt egyet, 5 SP-t szerzett. És Chromite Ort is kaptunk. Két irányba lehet felmenni. Úgy látom, hogy... mint ha láttam, van egy ládát valahol. Ott fent, aha. Nagy mászás lesz, és ott keresztül megyünk fölfelé. Van itt egy barlang is előttünk. Menjünk először innen fölfele. Nem mutatnám, hogy jöttem erre előzőleg. Jó lesz a Yuffie? Érdekes, hogy pont Tifa az, aki nem volt még eddig előzőleg. Majd nem gáz. Ez semmi ahhoz képest, amit a Wutaiban kaptunk. Valami hatalmas szobor, amit meg kell mászni. Igneous Saber? Ez egy új fegyver felhőcskének. Uha. Nézzük, felhő. Azt mondja, umbrális penge van nála. Már nagyon régóta használjuk, és szerintem még mindig nincs kimaxolva sem talán. Igen. Ez lesz az. És az én pengém az olyan, hogy az első kettő kötve van, de talán feleslegesen van kötve. 50-nel nagyobb támadások, de kisebb magic attack. Proficiency bonus, hogyha befejezi egy enemit. Non-elemental makó támadásokat viszel be az eneminek, ami előtted áll. Blade Burst-tel. De menő! Persze, hogy használom. Nagyon király ez. Mehetnek a matéria összeállítások. Mindenki kap itt, ezen a részen új fegyvereket, úgy tűnik. Yuffie-nak meg szerintem kint vettünk talán egyet. Discrete enemy parts damage 5%-kal történő növelése. Defense, a Punisher módban 10%-kal megnő. Strong attack-ok a Punisher módban egy kicsivel több darab lesz. Limit gauge charge rate, stagger run, az kell.
Magic Attack Power, azt az előbb lejjebb vettük, úgyhogy akár fentebb is mehetne. Altruistic Buff. Beneficial státusz effektek 25%-kal tovább tartanak. Magic Damage Guarding közben lentebb esne. Ez micsoda? Többet versz oda. Hát én inkább ezt mondanám, hogy többször üssünk akkor így. Nézzük, van egy Fire and Ice, van egy Cleansing, van egy enemy skill matéria. Sonic Boom Ability használatához. Ezt, hogyha tovább tápolnánk valahogy, akkor a növelhetnénk az erőnket és a magicet is. Ez rohadt jó, mert ez ilyen passzív erősítés rajtunk. Precision Defense és Healing matéria is van. És berakadsz ide még egyet extrában, ha esetleg valami képességből hiányod volna. Talán a Petrified is meg lehetne, vagy a Subversion-t. A Breach és a Dispel mehetne. Petrifikációs spellek, Quake, kipróbálhatnánk. Empowerment nem. Mik vannak itt? Magnify, Synergia, nem. Mondjuk a csapatkapitány, úgyhogy nem kell szinergizálni. Linkelt matériák, csakrázunk? Van csakrám? Szesz. A csakra az azért király, mert ingyen healinget biztosít. Szerintem ezt berakhatnám ide. Működhetne. Felhő mostantól magát híleli. És ha most erre megyünk, erre másik irányba lenne a tető, nem? És itt nehéz megtalálni, hogy merre akarja, hogy menjünk. Mi van ott jobbra? Semmi? Csak felmásztál volna, és ott van egy nagy sárga láda a fenébe. Jój, hát le kell mennünk. Itt lehet, hogy enemik várnak, nem? Nem. Ez biztos is lehet benne, hogy le fogok oda menni, ha hogy a viharban-e? Hát lehet, hogy innen gyorsabb, hogyha így jössz. Hogyha körülnézel és meglátod, hogy sárga láda van, hát ki tudja, hogy milyen menőség, emerald van benne. Na hát mondjuk ettől kicsit többre számítottam. Azok után, hogy kettő darab új fegyvert is kaptunk. Megváltozott ugye a hátunkon lévő fegyver kinézete. Ez már egy igazán jó a kinéző fegyver, az előző sem volt szar persze, de ez szinte marha menő, nézd meg. Amint egy gerincoszlop lenne a teteje, és abból állna ki tövises és igen, rendkívül éles penge. Fel tudok itt mászni? Aha. Megapotion. Tovább mászunk szerintem. Ez csak a loot begyűjtő körútra volt tervező ez az út, és ugyanarra megyünk, amerre kívülről mentünk volna mostanán. Nem mehetünk jobbra, de mehetünk fölfelé. Hát azt gondolom, hogy akkor mindenképpen jobbra megyünk. Bal oldalon más lett volna a loot, meg ezek? Várjál, ez így nem jó. Itt nem engedi, amit szeretnék. Chromite Ore, és hogyha valaki itt lejön, akkor merre megy? A sárga ládához. Ez a mászás, ez elég halál. De kitaláltak volna valami kevésbé lassú mechanikát, mondjuk leugrasz, és akkor ilyen szuperhős landing, vagy valami. Egy zafír volt ideben. És most innen másznunk, az előbb ott volt a létre lent, talán. De mászunk vissza, csajok, gyerünk. Az meg, hogy a csajokat leírtuk magunkat, nyugodtan mondhatunk volna nekik, akik már fenn voltak, hogy ilyen, ne gyere le, mert csak a ládáért megyek vissza. Nem kellett volna itt erőltetni nekik a dolgot. Jó, és nézzük már is, hogy merre megyünk. Itt vagyunk már a csúcsnál talán. Másik irány is ugyanide, ha ugyanide kanyarodott volna be. Szerintem valami nagyba fogunk beletenyerelni hamarosan, pedig 2:51 van, úgyhogy mára ennyi lesz az előrehaladásunk a játékkal, és remélem, hogy örültetek, hogy ez is műsorra kerülhetett. Én nagyon örültem neki, hogy ezt szavaztátok meg, hogy ezzel menjünk előre. Lesz, hogy rohadt fáradt vagyok ma is, így egy kicsit, hát nem mondanám, hogy ciporkáztam, sőt örülök neki, hogy indítottam azért streamet annak ellenére is, hogy csak így feküdtem az ágyba, és úgy voltam, hogy ma lehet, hogy nem. De igen, mert ez egy sárkány. Na nézzük már is, Blade Burst. Nem, itt használjuk azt az új képességünket. Blade Burst-ot mégiscsak igen. Nem
Nem volt rá nagy hatással, de muszáj nyomat. Itt az a kéne finishok fog. Szia, most a sokkal könyvedben egyszer nekünk. Na, mi van? Rak rájuk. Hova tifa? Itt az idő. Mehet egy unfettered fury. Felhő nagyon szarul van. Rikánt is csinál a sárkányt, ez ennyire tápen nem is. Rávetette magát felhőre. Erre azonnal híleljük fel. Item. Szerintem fully restores HP, nem egy mega potion megy felhőbe. Tifa használja el. Ingyen használta, te király. Ha nagy bajban vagyunk. Robbanó üvöltés, azonnal kijövünk onnan. Még mindig nyomja? Nem, már abba hagyta. Na most nézzünk rá, tehát akkor van egy overpower. Other attacks. Amivel posture-t nyomod, jó. És azt úgy gondolja, hogy Unfettered Fury-t még mellé teszem. Nem, egy dive kick-et fogok oda tenni. Nem, fókuszált, az jó lesz. Kitérés és benyomulás. Szép volt. Ez a sárkány, ez nem szarra gurít, mehet még egy overpower. Mehet egy dive kick. Mellé verte, Tifa! Ufi, léci, használj el egy itemet, egy mega potion Cloud-ra. Ezen Tifa nyomja hátulról, már a pressure gyönyörűen nyomja. Ott meg is érkezik a stagger, már lehet nyomni egy fókuszát, dive kicket, bocsánat. Jó, dive kicket arra. Gyönyörű 1527-es felhőnek kellene használnia. Nézzünk már is egy... Hát igazából a Sass kellett volna egy Braver-t fog használni. Tifa pedig már is nyom egy... Unbridled Strike. Yes, megy tovább. Omni Strike meg. 1619. Menjen még egy ilyen. Omni Strike-on megint. Nézd ki, hogy ezzel ezreseket fogunk tudni magunkba tenni. Ez mi lesz itt? Synchro Cyclone. Micsoda? Unlimited MP-t ad mindenkinek egy ideig? Ehet. Összeállnak. Írdatlan keményet bevernek 1700-ba Tifa. Jön egy ordikás. Kellene egy titán? Fúha, nem vagyok benne biztos, hogy a titán kellene most nekünk. Jufi mit tud? Csokobot is múgat. Felhőcske pedig a vadállatot. Szerintem nem ez fog nekünk segíteni. Kellene inkább használni ingyenesen egy kometeort. Nézzük már meg. Ha ingyenesen használtam, miért nem menne be? Ugye kikasztoltad? Mondd, hogy elkasztoltad. Tifa összeeste magát. Nem nagyon jó. Na jó, akkor Jufi következik. Na menjen még. Történik felhőben mindeközben hátulról. Ott is van. Materia level up volt a másik oldalon. Fire materia növelődött. Hát jó szarul van most mindenki. Nem mondom, ez egy ilyen olyan pozí, ami után le kellene ülnünk. Mindenki HP-ját helyre rázzuk, még jó, hogy 80 patink van meg ilyenek. Esti mesét velem? Gondoltam már rá, hogy a Patreonra csinálnék hangos könyvet nektek. És akkor itt megint egy kicsivel több értelme lenne. Hogyha valaki szeretne hallgatni mindenféle, mit tudom én, könyvet, ami érdekel titeket, akkor felolvasnám szívesen. Mondjuk így nem tudom, két fejezetenként, vagy valahogy így, ilyen apró részletekben. Egyébként meg úgyis meg lehetett csinálni, hogyha minden nap felvennék egy fejezetet. Nem tudom, nem telne fél óránál tovább, érted? Bár igaz, hogy az is fél órával csökkenteni a napjaim hosszát. Cserébe mondjuk én is olvasnék legalább, az is lenne. Ugye, hogy ez ilyen megkölt? Szerintem is. Lehet, hogy még idén meg is valósítom. Streamelnél is ezt a fél órát? Na jó, de ez azért jó, mert akkor a Patreonnak adnék valamit pluszban. És hogyha meg streamelsz, akkor meg... Ez nem biztos, hogy úgy jó. Bele is köthetnek, hogy mit olvasol fel, meg mit nem. Jogdíjak és stb. Általában volt már példa másoknál. De lehet, hogyha átmászunk itt, akkor nem... Elvicske, gondolkoztam. Egy Murasaki nevű fickót keresünk, nem így van? De mi van vele? Hát ilyen utainak hangzik a neve. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg ember. Migrált mindkárból a háború előtt. Biztos, hogy gyerekeik meg az unokáik ilyen neveket kaptak. Ja, erre nem is gondoltam még, mondja. Yuffie. Biztos, hogy van út, hogy lejussunk. Micsoda? Választhatunk a három izé közül egyet, hogy melyiken csúszunk le. Hát akkor lányok, én megyek középen.
Hát az ugye kicsit nehezebb már, de aha, értem, hogy mire gondolsz. Chunk of Cosmotite, az jó lesz. Megyünk megint tovább. És ki tudja, mi van a végén? Mi van, hogy egy hatalmas egy darálógép, vagy a reaktornak a makú izéje? És itt választhatsz, hogy jobbra mész, vagy balra mész. Másodon is jöttünk volna ide, vagy ez csak dísz? És itt mi van? Padot keresnénk nagyon, az nagyon jót tenne. Rugalmedálok megjönnek, úgyhogy megvehetjük Luffy-nak az extra pontokat. Nézd, milyen sok láda van. Az ember szemfüles rögtön kiszúrja, hogy itt nagyon sok mindent lehet lootolni. Menjünk tovább. Csak egy pad kellene. Csak egy pad. Már minden nem mehetünk be. Mindenképpen itt kell tovább menni. Várj, ez be van zárva. Hát itt nem mehetünk át. Hát szarás. Kell, hogy legyen valami, amit használhatnánk, hogy felmásszunk oda. Mi úgy gondolt, hogy miért nem ütjük át ezt a deszkákat, érted? Itt vagyunk hatalmas izék kardokkal mindenhol felszerelve. Nem hiszem, hogy nem tudjuk azokat a deszkákat lerúgni onnan. Mire gondolnak itt vajon? Kell, hogy legyen valami, amit használhatnánk, hogy felmásszunk oda. Oké. De nem mehetsz visszafele. Úgy gondolja, hogy felmászok ide, és akkor innen... Broken fence, keres valamit, amivel átmászhatsz oda? De úgy érti, hogy akkor most ide kell valamit tolnom? Ja, hogy itt ezt? Ja. Oké, értem már. Ez be van dugva, nem? Ez nem lesz olyan könnyű odavinni. Nem kéne valahogy leválasztanom? Mindegy, ez eljön, idáig elnyúlik. Hát haver, ez elég necces. Te rá kéne fordítgatni. Már ott is tudsz szállni. Így jók vagyunk, ez az. A csokobónk, ezt tényleg tud. De hogy jött ez most ide? Nem maradtam. Vajon lesz itt egy nyugi pont? Ó, szarás. Gyerünk ki onnan. Nem akarunk velük összecsapni, amíg egy HP-n van Tifa, meg ilyenek. Hát akkor itt mindenképpen használni kell egy kettő healing itemet magunkra. Items, meg a potion. Még van 82. 1, 2, 1, 2, 3. Jó, talán így. Ja, hogy átrepül. Igen, csak a Mount az nem tud bejönni ide a Mako reaktorba, szerintem. Hogy nem állhatsz bele, bocsánat. Yuffie, elsőtök valamit. Azt is van a stagger, Yuffie is amit darál. Bocskas úr tud darálni Yuffie amit. Jó. Mehet a dive kick oda. Ott is van. Egy staffolni ajtó, ami nyitva van szerencsénkre. Ugye nem itt lesz a nyugi pont, mert meghűlök. Most használtunk el, vagy nem tudom, 9 pont itt a 82-ből. Jó, persze, sok van. Giga potion kaptunk innen. Ez mi? Úgy néz ki, hogy... Ajaj, az ID kártra van szükség ehhez. De biztos, hogy ez a Murasaki előttünk van valahol itt. Lehet, hogy ez az a lift, amit ezzel használni akartunk volna? Majd mondom, szerintem kedvelnél butájt? Rendítjük a különleges alakulatunkat? Ujjaj, a Yuffie Reconunitot? Shinra még a nevünket is félni fogja.
Jaj, teljesen el van a kis csaj a képzeletében merülve. És még a filmjogokat is meg akarnak vásárolni, hogy megfilmesítsenek bennünket, akkor a sztárok lennék. Gyere, kussoljál, mondja fel. Azt mondja, please shut up. Azt a mindenit, hogy bekussoltatta. Mert egy kicsit tényleg sokat beszélt, ezt tudod. Ezt nézem most, hogy... Ja, erre jövünk, aha. Merre lesz a platform? Nem, mégis erre. Hogy becsicskította a kis sajt. Na, itt biztos, hogy valami nagy lesz ennek a tetején. Jó, innen megyünk tovább, lehet, hogy holnap este. Lehet ide mászni. Felállom, csak minek? Azért, mert ott várjál? Aha, nem annyira egyszerű a dolog. De lehet, hogy itt fel lehet menni egy alternatív útvonalon. Nem, nem, nem. Mégis? Furcsának tűnik, hogy ott korlátok vannak, meg minden. Lehet, hogy innen kell menni. Nem. Jó, ide rakunk egy mentési pontot magunknak. Egy halott katona? Ezek ninják, utájból. Ez azt jelenti, hogy akkor háborúban állunk. De hát akkor mi lesz a küldetésemmel? Hát, hogy a parancsnokság lemondta. De miért nem szólt nekem senki? Hát ennek ideg összeroppanása van. Ja, de nem éppen a tűzszünet közepén vagyunk. Ezt mondják. Mégis ez nem jelenti azt, hogy abban vagyunk. És számukra ez már nem tesz különbséget. Na gyerünk, meg kell találjuk Murasakit. Jaja. Ennyi, most már nem lehet visszafordulni. Fú, várom a következő részt nagyon. Kíváncsi vagyok, hogy hová megy ez a sztori majd. Oké. Okay. Akkor itt lesz a mentés. Szemben van egy gigipont. Miért csináltak ilyet? Aha, pósan. Vásárolunk gyorsan. Vannak leakciózott megapott ionok. Őrület olcsóban. Erre még mindig van ott valami. Lehetne venni 2000-ért egy varvatos brészletet, de ez tök jó, mert ez több karakterre egyszerre marha jó. 2000-ért ez nem pénz. Hogy ne venném meg? Még lehet, hogy Yuffie-ra rá is adjuk majd akkor. A zene is milyen kifejező, marha jó zenéi vannak. Hát ezeket szerintem mesterek csinálják, ezeket a Final Fantasy gémeket. Géniuszok, de nem csak a zenéiket, hanem az átvezetők, az animációkra gondolok, hogy minden, a sztorinak a vezetése, ahogy folyik a történet, amilyen csavaros ez az egész, meg minden, egyszerűen szerintem ez a játékkészítés magas iskolája, amit ezek bemutatnak. Holnap megtaláljuk az öreg Murasakit. Hát, hogyha szeretnéd Incsúcsúnna, akkor megtalálhatjuk holnap este. Nobuo Uematsu a zeneszerző, nem tudom, hogy ki, de utána tudtok nézni. Na, srácok, hát 2,5 órát mentünk előre ma a játékban. Tök jó volt, hogy egy csomó részét a térképnek még fel tudtuk fedezni, és ki tudtuk maxolni, amit ott meg kellett csinálni, a harcokat, meg mindeneket. Tök jó volt, hogy szereztünk új gírt, elosztottunk néhány talentpontot, azonban arra majd még rá kell nézni, mert szerintem ott még nekünk lesz dolgunk, hogy hogyan tervezgessük meg a különböző irányokat, hogy a legjobb legyen, optimalizálva legyen minden egyes csapattársunknak, és hogy az ultimate képességeiket elérhessék, ugye. Tök jó volt, hogy mentünk a fősztorin is tovább, meg hogy csináltunk kártyát, ugye? Tehát, hogy felmentünk a 9. szintre már benne a 24. kártyapartinak köszönhetően. Innen majd még vissza kell mennünk, hogy befejezzük azt a zőrület storyline-t, ami ott is kibontakozóban van, hogy a Queen's Blood az ott az honnan eredt ez a kártya, tudod, hogy a készítője az beleőrült és eltűnt, vagy meghalt talán, már nem tudom, és akkor valaki... mindegy, az előző rész az megmagyarázza. Aki volt néző, az tudni fogja, érteni fogja, hogy miről beszélek, ugye, hogy a kártya, a sztori az hogyan megy majd tovább. Valami ilyesmi rémlik a midi korszakból? Lehet.
Megyünk is a title screenre, és nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok az elmúlt 6 órában. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, találkozunk ugyanitt majd a holnapi napon is. Holnap még nem tudom, hogy melyik játékok kerülnek majd terítékre elsősorban, de mindenféleképpen holnap is hozok nektek valami menőséget. Aztán majd a pénteken pedig ugye a Neverwinter Nights-szal megyünk tovább, hiszen azt ugye beígértem már. Ezt majd még meglátjuk, hogy biztos, hogy úgy lesz-e, mert lehet itt egy kis módosítás. Ezen a héten vannak más terveink is, holnap pedig majd mindenképpen Jhin-nál fogunk Huntot streamelni. Majd lehet, hogy én is streamelem párhuzamban, ez még nem kizárt dolog, úgyhogy lehet, hogy felkészülhetek arra is, hogy holnap este 9-ig esetleg Hunt Showdown fog menni majd 6-tól. Gyertek és nézzetek be, meg köszönjetek majd be. Köszönöm szépen csatornánk támogatóinak, a patronusoknak a támogatásokat. Ja, várjál, előbb a VOD nézőknek köszönöm meg, hogy megnézték ezt a mai VOD-ot. Hogyha szeretnétek, akkor nyomjatok egy tetsziket, meg egy feliratkozást a YouTube csatornára, hiszen az csak 2 kattintásba kerül. Hogyha pedig valaki szeretné támogatni a csatornánkat, a VOD-ok leírásában megtalál minden információt ehhez. Köszönöm a patronusoknak, Szilajka, Barkata, Old Murkro, a Fekete Retek, Suzi, John Zutyi, Puki Bubi, Dorcsic, Sajtos, Nejfölös, Velkor, Bradacs B, Bekka, Zsolt B, Viktor, Lóder, Gorem, K. Péter, Joni, Isti, Gévince, Vitamines C, Grundár, Dártunk, Kat 81, Deark, Deftor, Dominik, Spektrál, Interciza, Peki Petra, Zsóci, Aranzó, Trilobita, Kori, Kolker, Simon G, Kismarci, Ájrengár, Desztibor, Engábor, Babherceg, Haxorz, Vordam, Szesan, Belesan, Zsé István, Sarumun, Astromokus és Coolers, Ninjackel, Varvajk, Filvi, Emil, Emhajnal, Gutix, Lodin, Vegabéka, Druvit, Nice, Chilex, Kulcsár, a titokzatos 58. és 59. Köszönöm a YouTube-os támogatóinknak, V. Balázs, V. Ádám, Babherceg, Bucser és Bernadett, és köszönöm az xzone.hu-nak, amiért támogatják csatornánkat tök menő hanglemezekkel. Na menjünk aztán, jó éjszakát, filmezünk még, csá-csá!